Rengeteg dolgot megtanultam, mióta a doktorúrral ledolgozok. Nem is hinnék el mennyi mindent. Lassan már én is megkaphatnám a pszichiáteri oklevelet. Tudom például, hogy a diszociatív kórképek csoportjába tartozó pszichiátriai zavar meghatározó jellemző, hogy az egyének két vagy több elkülönült személyisége van saját névvel emlékezettel, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. A multiplex személyiségzavar gyakran összekeverik a skizofréniával, vagy a tudathasadás formáival. Voltaképpen bárki beleesett ebbe a kis hibába. Hiszen a multiplex személyiség is egyfajta tudathasadás, ha ezt szó szerint értjük. Ennek a zavarnak több elnevezést is adtak. A legegyszerűbb és legtalálóbb a több személyiség, de a multiplex személyiség zavar kissé szakszerű. A betegség velejárója tünete a fejfájás, emlékezet kiesés. Ez a zavar nagyon ritkán gyógyítható gyógyszerek segítsége van. Igen, csak elnyomják nem kívánt személyiségeken. Általában az összes személyiséget pszichológiai kezelésekkel összeolvaszthatják, és ezzel is egy teljesen új személyiséget hoznak létre. A kezelés hosszú és bonyolult. Személyiségek nem mindig egyesíthetők. Akkor harmonikus kapcsolatot igyekeznek elérni. Tudomány számára talán az a legérdekesebb, hogy a több személyiség hatására életpszichológiai és fiziológiai különbségek is felléphetnek. Mindegyik személyiségnek külön neve és kora van. Sőt, arckifejezésük. Néha a hajuk, szemük színe, sőt, betegségeik is különbözőek. Művészi hajlam vagy nyelvtudás mutatkozik az egyik személyiségben, míg a többiben nyomaságos.
De térjünk a dologra. Hölgyeim és uraim, bemutatom önöknek azt a helyet, ahol ez a különös, de esküszöm, igaz történet játszódik. Persze igaz történetet elmondani nem egészen veszélytelen vállalkozás. Könnyen lehet, hogy a nézőtéren ott ül valaki a rendőrségről. Vagy éppen a legfőbb ügyész maga. Mégsem riadok vissza a vállalkozástól. Mert az a meggyőződésem úgysem viszik el, hogy ez a történet valóban megessen. Legalábbis hivatalosan nem fognak hitelt adni neki. De a valóságban, és most ezt én mondom nem hivatalosan, mindenki jól tudja, még az esetleg jelenlévő rendőr vagy ügyész, hogy az én számból csak igaz történetet hallhatnak. Ez itt a doktor úr magánrendelője. Így gyógyítja azokat a pszichiátriás betegeket, akik végső elkeseredésükben hozzá menekülnek. Ez a szoba egyben a doktor dolgozó szobája. Minden este, amikor végzett a kezelésekkel, ott írja regényeit, melyek népszerűek világszerűek. Nehéz megállapítani, hogy ő egy doktor, aki mellesleg hobbiból gyilkosságok lebilincselő történetét veti papírra, vagy egy író, aki a szabad idejében az emberi elmékben turkál. Döntsék el maguk, én képtelen vagyok rá. Évek óta dolgozom mellette, de még most sem sikerült igazán kiismerni. Ragyog minden, mint mindig. Köszönöm, elmehet. Én is, doktor úr. Ki leszek a váróteremben? Beszélgessünk, önök és én. Beszélgessünk a félelemről. Beszélgessünk nagyon észszerűen arról, ahogy az ember szépen lassan az őrület határára sodródik, és esetleg véletlenül átlendül a szakadék szélén. Éjjelent, amikor lefekszem és leoltam a lámpákat, még mindig meg kell győződjek arról, hogy a lábam a takaró alatt van. Már nem vagyok gyerek, mégsem tudok úgy elaludni, hogy a lábam kilóg a takaró alul. Mert egy hideg kéz kinyúlna az ágy alól és megragadná a bokámat, én felsikítanék. Igen, olyat sikítanék, hogy még a holtak is felébrednének bele. Ilyesmi természetesen nem történhet, ezt mindannyian tudjuk. Az ágyom alatt rejtőző lény nem valóságos. Jól tudom ezt is. És azt is jól tudom, hogyha kellőképpen óvatos vagyok, és a lábamat a takaró alatt tartom, soha nem lesz képes megfogni a bokámat. Mm-hmm.
Az életem meglehetősen egysíkú. Sokat dolgozom, sikeres üzletasszony vagyok. De valahogy mégis úgy érzem, az évek telnek egyik a másik után. Éjszakánként gyakran felébredek. Céltalan az életem, szemem előtt borúsok lesz. A gyilkolás ösztöne. Hol felébred bennem, hol meg elmerül. Majd ismét előbukkan, hogy megint elhagyjon. Egyszer csak azon veszem észre magam, hogy az állatkertben sétálok. Céltalanul és nyugtalanul. A nyilvános vécében rám szól a roma vécésnő, aki épp a padlót mossa, hogy használat után öblítsem le a vécécsészét. Közlöm vele, hogy az a te dolgod, te büdös cigány. És amikor látom, hogy moccan is felém indulna, megvillantom a kis pengét, s ettől nyomban megtorpan. Szinte üres az állatkert, néptelen és élettelen. Az ápolók döglött halakkal etetik a fókákat. A fókák medencéjén felirat. A pénz től. A lenyelt pénzért még könnyen fekét vagy fertőzést okozhatnak, ami az állat elhullásához vezethet. Így a medencébe pénzérméket dobálni. Tilos. Mit teszek erre én, mikor egyik ápoló se néz oda? Gyorsan bedobok egy marékaprút a medencébe. Miért gyűlöli a fókákat? Nem a fókákat gyűlölöm. Az zavar, hogy a nézők mennyire élvezik őket. A bagoly szeme éppen olyan, mint az enyém. Míg ott állok és meretten bámulom, valami megmagyarázhatatlan feszültség kerít a hatalmába. Valami bizarr kényszert érzek, ami nagyrészt okozójává válik a következő eseményeknek, melyek hirtelen és váratlanul veszik kezdetüket, hogy épp így hirtelen és váratlanul megtörténjenek és véget is érjenek. A pingvinházban sötét van. A víz alatt úszkáló pingvinek lustán siklanak el a medence üveg alá előtt tolongó látogatókat. Egy kisgyerek most fejezi be a csokiját. Az anyja rászor, hogy dobja ki a papírját a szemétkosárba, aztán tovább beszélget egy másik asszonnyal. A gyerek megindul a szemétkosár felé, mely a terem egyik sötét sarkában áll, ahol én is meglapulok. Oda sugok neki valamit. A gyerek csak áll és néz. Kissé ijedtem, de egyszer még kíváncsian is. Visszanézek rá. Nem kérsz egy kis csokit? Kicsi feje bólogat. Fölne? Fölne? De még mielőtt megszólalhatna, a hirtelen felbuzgott dű minden óvatosságot elsöpör belőlem, előhúzom a kést a zsebemből és... beledöfül a nyakába. Remegő lábbal hátrál a szemétkosár mögé, és közben olyan kis göcögő hangokat hallott, mint a csecsemők, mivel se szólni, se kiáltani nem tud a torkán tátongó sebből kijönlő vértől. Bár szívesen végignézném a haldoklását. Inkább lenyomom a szemétkosár mögé, és elvegyülök a tömegben. Elnézést, doktor úr, nem zavarja, ha... rágyújtok. Csak tesi. Szóval, hol is tartottam? Ja, igen. Az anya először nem ijed meg, mivel a gyerek két rugdalózó lábát látja csak. És azt hiszi, kisfia bújt el előle pajkosan. Mi az, drágaságom? Gulyócskát akarsz játszani a mamával? Onnan, ahol én állok, pontosan meg tudom figyelni azt a pillanatot, amikor a derűs arckifejezés riadalommá változik az anya arcán. Miután odazuhan a padlóra a kis tetem mellé, s néhány nézelődő hátrafordul, egyszer csak azon veszem észre magam, hogy így kiállt a érzelemtől fűtött hangon. Orvos! Orvos vagyok! Van tüze, doktor úr? Szóval, odatérdelek az anya mellé, és míg a gyerek fejét tartom tiszteletteljesen, arra is ügyelve, összenövérezzem az új kosztümömet. Felmerül bennem a gondolat, hogyha valaki még most gyorsan telefonálna a mentőknek,
Talán meg lehetne menteni a gyerek életét. Ez az otthon elmaradt. Orvosért én fogom a gyerek fejét. Miközben az anya, aki szánalmas igyekezettel próbálván divatosan öltözködni, márkás farmert visel és hozzá fekete, ízléstelen, levélmintás gyapjú pulóvert, egyre csak azt sikoltozza, hogy csináljon már valamit, csináljon már valamit! Bár eleinte elégedett vagyok magammal. Egyszer csak valami gyászos szomorúság tölt el, és arra gondolok, milyen hihetetlenül hiába való és fájdalommentes elvenni egy gyerek életét. Ennek az aprócska izének nincsen se története még, se említésre méltó múltja, vagyis voltak éppen nem ismert vele eszendőbe semmi. Mennyivel gonoszabb tett olyas valakit megfosztani az életétől, aki tejével van, akinek már legalábbis kibontakozóban van az élettörténete, akinek barátai vannak, aki házastársa valakinek, vagyis akinek a halála sokkal, de sokkal több ember fog gyászba borítani, mint egy gyermeké. Szinte leküzdhetetlen vágyat érzek, hogy belemártsam a kést a gyerek anyjába is, de nem tehetek egyebet, mint hogy keményen arcú legyintem és rákiáltok. Uralkodjék magán! A gyerek meghal, az anyát le kell fogni. Szinte itt se vagyok lélekben. Üresnek érzem magam, és még a rendőrség megérkezése sem készített távozásra. Csak állok a tömegben. Végül már az utcán sétálok. És mosolyan nyugtázom, hogy nem lett véres a ruhám. Aztán bemegyek egy boltba, veszek egy könyvet és egy távcsót. Kókuszos. És közben a képzeletemben egy lyuk jelenik meg a napkellős közepén, mely egyre növekszik. És ez kioldja belőlem azt a feszültséget, amit akkor éreztem először, amikor megláttam a bagoly szemét. A hivatássá is válhat. Például a könyvelő rájön, hogy el tudja tartani a családját azzal, hogy fényképeket készít. A tanár a sírkőlenyomatok szakértőjévé válik, és előadások sorozatát tartja a munkájáról. Van azonban néhány olyan foglalatosság, amely hobbiként indul, és az is marad annak ellenére, hogy az ember képes lenne eltartani magát belőle. De mivel a hobbi olyan döcögős és közönséges szó, létezik egy másik, íratlan közmegegyezés is, amely alapján a hivatásos hobbikat művészeteknek nevezzük. Festészet, szobrászat, zeneszerzés, ének, színművészet, hangszeres zene, írás. Olyan sok könyvet írtak már erről a hét témáról, hogy egy egész flottányi luxushajót el lehetne velük sülyeszteni. És az egyetlen dolog, amelyben mindenki egyetért, azok, akik ezeket a művészeteket gyakorolják, akkor is őszintén folytatják tevékenykedésüket, ha erőfeszítéseket nem fizetik meg. Még akkor is, ha kritizálják és kócsárolják műveiket, sőt, még a bebörtönzés vagy a halál veszélyét is vállalják. Az én számomra ez a megszállott viselkedés megfelelő meghatározása. Magához, hogy beszélhessek végre. A paphoz nem mehetek, nem vagyok katolikus. Ügyvédhesse fordulatot, mert nem csináltam semmi olyasmit, ami ügyvédre tartozna. Csak éppen megöltem mind a három gyerekemet. Egyenként. Mindhármat. Úgy érti, valóban megölte őket? Dehogy! De én vagyok a felelős. Megölték őket, érti? Csak senki nem viszi el.
Ha bárki is hinnáltam, minden más volna. Miért? Nem. Mi az ott? Micsoda? Az az ajtó. Az a szekrény, ahol a kabátomat... Nyiss, aki látni akarom! Rendben? Ja, rendben. Hogyan haltak meg a gyerekei? Ne próbálja meg kihúzni belőle. Én nem vagyok Dilis, mint a maga betegei, akik itt játsszák az eszüket, hogy én vagyok Napóleon! Meg azért szoktam rá heroinra, mert anyuci nem törődött vele. Látom, hogy úgyse hisz nekem. De nem izgat, nem számít. Már az is elég, ha elmondom. Kérem. Elvettem Ritát. 21 éves voltam, ő meg 18 és terhes volt Delivel. Imádtam mind a kettőjüket, nagyon boldogok voltunk. Deli születése után Rita újból hamar teherbe esett. Sőt, decemberben lett meg, aztán később Andy. Deli akkor már nem élt. De Andy meg tulajdonképpen csak úgy becsúszott. Na, Rita legalábbis ezt mondta. Meg néha mondogatta, hogy nem használ fogamzásgátlót. De szerintem nem volt az véletlen. A gyerek leköti az embert, a nők meg pontosan ezt szeretik maga, szerint nem így van? Hm? Persze, ez se számít. Így is úgy is szerettem. És ki ölte meg a gyerekeket? A mumus. A mumus ölte meg őket, aki a szekrénybe rejtőzött. Most megint azt hiszi, Dilis vagyok, mi? Rá van írva az arcára. Azt képzeli, érdekel? Én csak el akarom mondani az egészet, azt eltűnök. Hallgatom. Akkor kezdődött, amikor Deni már majdnem 2 éves volt. Sör meg egy csecsemő. Deni lefekvés után bőgni kezdett. A saját szobájában aludt a kislány meg a mi szobánkba egy bölcsőbe. Teleinte azt hittem, hogy azért sír, mert már nem viheti ágyba a cumis üvegét. Rita mondta, hogy ne csináljunk könnyed belőle, adjuk neki oda és kész, majd leszokik róla magától. Na de ebből származódik a baj. Az ember minden megenged a kölyköknek, elkényezteti őket, az rossz útra tévednek. Felcsinálnak egy kislány, majd narkósok lesznek, ja? Vagy striciskednek. El tudja képzelni, hogy egy szép reggel arra ébredt, hogy a srácsa a tulajdon fia egy strici. Így ment ez egy darabig. Úgyhogy esténként nekem kellett elgondolni. Ha nem hagyta abba a bőgést, tehát elvertem a fenekét. Aztán Rita kitalálta, hogy a gyerek egyre azt hajtogatja, hogy lámpa. Be is akar tenni a szobájába valami kis éjjeli lámpát a Mickey egérrel, meg a Fixi, Foxy Maxival, vagy mi a fenével rajta. Én meg nem engedtem. A srác a kicsi korában nem tanulja meg elviselni a sötétet, később se szokik hozzá. Aznap este intettem le. Egyből bőgni kezdett, de akkor megértettem a szavát. Mumus, papa! Ott a mumus! És a szekrényre mutogatott. Leoltottam a villanyt, átmentem a mi szobánkba, és megkérdeztem Ritát, hogy mi a fenének tanít a kölyöknek ilyen szavakat. Viszketett is alaposan a tenyerem! De végül nem ment. Sörv is minden áldott éjjel fölébredt és ordított. Én mondom magának, néha úgy éreztem, kivágom mind a kettőt, hogy lábuk nem éri a földet! Hát Istenem, néha bedirizik a kölyköttől az ember, és akkor legszívesebben kitekerni a nyakukat. Na, srác menetrendszerűen fölver hajnali 3-kora bőgésével. Kitámolyogtam a fürdőszobába úgy félálomba, Rita szólt, hogy nézzem már meg Denit! Én már mondtam, hogy nézze meg ő, aztán visszakúsztam az ágyba. Már majdnem elaludtam, amikor hallom, hogy sikoltozni kezd. Erre persze felkeltem! A gyerek a hátán feküdt voltam. Fehér volt, mint a méz, kivéve, ahol a vér összegyűlt a testében, a combja tövében, a nyakán, a seggje, a fenekén, a szeme tágra nyitva. Az volt a legszörnyűbb, tudja? Ahogy bámult rám az üveges tekintetével, mint a kandalló fölé rakott kitömött szarvas fej. És akkor már tudta, hogy a mumus volt az? Dehogy. Akkor még nem. Csak észrevettem valamit. Persze nem sejtettem, hogy fontos lehet, de az agyam elraktározta. Mit? A szekrényet úgy nyitva volt. Éppen csak egy kicsit. Résnyire. Csak hogy én tisztán emlékszem, hogy bezártam, érti? Persze. Mi történt ezután? Hát, eltemettük. Úgy értem, halott kémi tárgyalás volt? De voltam. Valami Isten tudja, onnan szalajtott seggfej szakértővel. Azt mondja, csecsemő halál. A kölyök meg majdnem 3 éves volt. Hallott már ekkor emeletes baromságot, he? Csecsemő halálnak általában az első életévben bekövetkező exitus nevezik, de jobb hiány ez a diagnózis alkalmazható 1-5 éves gyermekek halotti bizonyítványában. Losszart!
Egy hónappal a temetés után Sört átköltöztettük Demi szobájába. Rita persze foggal, körömmel harcolt ellene, de enyém lett az utolsó szó. Sör megkapta Demi ágyát és kész. Tehát a régi matracot azért kidobtuk, mert féltem, hogy bacillusok vannak benne. Eltelt egy év. Egyik este, amikor leteszem, hát nem elkezdne fogni. Mumus, papa! Mumus, visít meg bőg nekem! Fölállt a szőr a hátamon, mit mondjak? Pombin Demi! Egyszerre eszembe jutott a résnyire nyílt szekrényajtó is. Be akartam vinni a kislányt a mi szobánkba arra az éjszakára. És? Bevitte? Ne! Hogyan néztem volna? Mondtam volna, hogy neki van igaza? Erősnek kellett lennem! Ő úgyse valami nagy jellem. Ha tudnám, milyen könnyen bújt ágyba velem, mielőtt a feleségem lett volna. Miért magatra nem könnyen bújt ágyba vele? Most mit akaskodik itt? Ugyan, kérem! Akkor hagyja végig, nyissam! Nem kell! Mit képzel? Kíváncsi vagyok a kalucsniára? Őt is a mumus vitt el egy hónappal később. Én találtam rá, mikor meghalt, érti? Fekete volt, teljesen fekete az egész teste, és egyenesen rám bámult az üveges tekintetével. Fény lett a szeme, mint a kitömött állatok, és azt mondta, elkapott papa! Hagytad, hogy elkapjam! Megöltél, segítettél neki! És nekem abban a házba kellett visszamennem, ahol az a valami volt. Égve hagytam a lámpát, és a diványon aludtam. Amikor kiengedték a kórházból a feleségét, hogyan viselkedett magával? A szeretet. Tette, amit mondta. Sose ellenkezett. Ez az asszony dolga, nem igaz? Ez a nagy egyenjogúság csak meghülyíti az embereket. Az a legfontosabb, hogy az ember tisztában legyen a helyével. Hogy is mondják itt az? Az életben betöltött szerepet. Ez az. Pontosan. Az asszony kötelessége, hogy kitartson a férje mellett. De tudtam, majd túl lesz rajta. Egy ilyen kicsi kölyökhöz még nem kötődik annyira az ember. Egy idő után már elő kell venni a fiókból a fényképüket, hogy pontosan emlékezzen. Még egy gyereket akartam. Azt mondtam, őrültség. Na nem úgy gondoltam, hogy soha többé ne legyen gyerekünk, csak megmagyaráztam neki, hogy most túl kell esnünk ezen a dolgon. És egy darabig egymással törődnünk. Azelőtt úgysem volt erre módunk. Ha moziba akartunk menni, babysittert kellett keríteni. Egy rohadt meccset nem nézhettem végig a városba. A nőgyógyász meggyőzte Ritát, hogy használja ezt a... Na. Spirált! Azt mondta, hogy bomba biztos, meg hogy csak föl kell rakni a nő picsak... Szóval a nőbe, és kész. Mert ha van ott valami, akkor a... Pete nem bír megtermékenyülni. És nem is érezni, hogy ott van. Akkor meg honnan tudjam, hogy ott van, he? A következő évben persze megint teljes lett. Még hogy bomba biztos. Semmelyik fogalmazásgátló módszer nem nyújt tökéletes biztonságot. A tabletta is csak 99%-os biztonsággal működik. A spirál kimozdíthatja a helyéről egy átlagnál erősebb görcs, a menstruációs vérzés, kivételes esetekben még a székelés is. Ja, vagy ki lehet venni. Szóval mit lehet? Apró holmikat kötöget, énekel az zuhanyalat, meg kilószámra zabálja a savanyúságot. Meg az ölembe ül és azt mondogatja, hogy biztos Isten akarata volt. Jó vicc, mi? Kisfiú lettem. Rita az Andrew nevet adtam. Én hozzá se akartam nyúlni. Legalábbis először. Rita rendezte így az egészet, akkor csinálja is egyedül ő, nem? Ez volt a véleményem. De aztán megszerettem ám, de még hogy. A kölykeim közül egyedül ez hasonlított rá. Ő levett a lábamról, hogy még valami gumiállatot is vettem neki, amit odaakasztottam a kis ágyra. Én! Pedig az a véleményem, hogy a kölykök nem értékelik az ajándékot, amíg meg nem tudják köszönni. És tessék, ész nélkül veszem neki a marhaságokat. Rájöttem, hogy mind közül ezt szerettem a legjobban. Andy februárban halt meg. Rita nem volt odahaza. A szekrényajtók akkor már folyton kinyíltak. A gyerek meg velem egy szobában aludt. Fura, mi? Amikor 2 éves lett, Rita megkérdezte, hogy nem akarom-e a másik szobába költöztetni. Nem akartam! Féltem. De aztán mégis átrakta, nem? Hát! Muszáj volt! Muszáj! Még Rita el nem ment hazulról, addig nem történt semmi. De utána az az izé felváltozott. Elkezdett össze-vissz. Úgyse hisz nekem.
Tudom, hogy mire gondol. Azt gondolja, hogy itt van még egy dil, és majd írhat róla cikket, mi? Úgy is tudom. Csak hogy maga nem volt ott, maga nyomorult, beképzelt lélekbúvá. Egyik éjjel a ház összes ablaka kivágódott, máskor meg kosz meg sárnyomokat látok a bejárati ajtó, a folyosó meg a ruhás szekrény között. Kiment, bejött? Nem tudom. Istenemre nem tudom. Átvittem a gyereket a másik szobába, mert tudtam, hogy ő a gyengébb, csak értem mehet először. Így is lett. Éjszaka Endi visítani kezdett. Na csak erre összeszedtem magam, bementem hozzá, állt a kiságyban és ordított, Momos papa! Momos! Papához akarok menni, papához! De képtelen voltam fölvenni, egyszerűen képtelen voltam. Egy óra múlva hallottam a sikoltását. Szörnyű gurgulászó sikajt, úgy gondoltam át, mintha az én életemről lenne szó. A villancsi gyújtottam föl, csak rohadtam. De akkor már megfogta! Édes jó Istenem. Csak úgy rászta rá cigált, mint egy kutya valami rongydarabot. És egy rongyantváló madárijesztő fejében itt láttam az ágyánál. Olyan szagot árasztott, mint egy döblött patkány! Aztán hallottam Endi nyakcsigolyáinak roppanását. Amikor az ember korcsolyázás közben egy gajra fut. És ezután mi történt? Elrohantam. Egy egész éjjel nyitva tartó gyors büfébe menekültem. Fölhajtottam egy csésze kávét. Aztán hazamentem. Már hajnalodott. Mire fölértem az emeletre, hívtam a rendőrséget. Endi a padlón feküdt. Rám bámult szemrehányón, egyik fülén apró vércsepp száradt, csak egyetlen csepp! És a szekrény ajtó nyitva volt! Éppen csak résnyire. Egyeztessen időpontot a takarító nőmmel, félféle minden esít nálunk. Ha lehet több időpontot is. Kedvés csütörtök megfelel. Én csak azért jöttem, hogy ezt elmondjam. Hogy megszabaduljak tőle. Hazudtam a rendőrségnek is. Azt mondtam nekik, hogy a gyerek biztos csak ki akart mászni a kiságyból, és bevették! Na már, hogy bevették! Hát pontosan úgy festett a dolog! De Rita tudta! Rita már tudta. Úgy gondolom, megszabadulhat a magában hordott bűntudattól, de ehhez elsősorban akaraterőre szüksége. Talán azt hiszi, hogy nem akarok megszabadulni tőle? Egyelőre még nem. Akkor kedd és csütörtök meg, felel? Meg. Nyaraljás, kurusló. Hát akkor iratkozzon fel. Minden jót. Doktor úr! Doktor úr! Nincs senki odakint! Csecsemő egészen addig nem ismeri a könnyeket, amíg az anyja először nincs ott, hogy emlőjét a szájába tegye, amikor ő éhes. A totyogó kisgyermek hamar felfedezi a becsapódó ajtó mögött rejlő tompa és fájdalmas igazságot, vagy a lüktető gyulladást és a lázat, amely a torokgyíkkal vagy a himlővel jár.
A gyerekek nagyon gyorsan megismerik a félelmet. Leolvassák szüleik arcáról, amikor azok a fürdőszobába lépve megpillantják kezében a gyógyszeres üveget, vagy a borotva pengét. Kiváló tanítónő voltam, doktor úr. Azt hiszem, ez elvitathatatlan. Ha a táblára írtam, egyetlen diák sem vihogott, pusmogott, vagy majszolt dugicukorkát a hátam mögött arra mérgetett. Mindig meg tudtam állapítani, hogy ki rágózik a hátcsupakban. Vagy ki hordos csúszban a zsebében. Vagy ki meg csak azért a vécére, hogy matricákat csereberéljen. Ahelyett, hogy rendeltetésszerűen használná a helyiséget. Nyugodtan mondhatom. Akár csak istené, az én szemem is mindent lát. Féltek is tőlem. Az iskola udvaron legendákat meséltek rólam. Ha csak ránéztem egy vihogó pusmogó diákra, a legszilárdabb térdek is reszkető kocsonyává váltak. Értem, kisasszony. Biztos vagyok benne, hogy kiváló tanerő. Egyik nap a nyelvtan leckét róttam föl a táblára. Felütött bennem, hogy hosszú tanítói pályafutásom sikere összefoglalható, lemérhető és igazolható egyetlen mindennapos dologgal. Nyugodtan hátat fordíthattam a diákjaimnak. Vakáció! Edward, kérlek, foglald mondatba a vakáció szót! New Yorkba mentem vakációra. Vakáció! Jól van, Edward. Jane, csukd be a könyved, de azonnal. És a kicsöngetés után még bennmaradsz a padban 15 percig! Igenis, kisasszony. Egyik kis trükkömhöz a szemüvegemet használom. A vastag lencsékben visszatükröződik az egész osztály. És őszintén szólva, mindig mulattatott a bűntudatos ilyetarcuk, ha rajta kaptam őket kisnagy játékaikon. Láttam, hogy az első padban ülő Robert kísértetszerű torsztükörképe fintorok. Holnap, Robert! Ismételd a holnap szót egy egész mondatban, rád várunk, Robert! Holnap valami szörnyűség fog történni. Holnap. Biztosan tudtam, hogy Robert tud a kis szemüveg és trükkömmel. Erősen figyeltem fél szemmel. Robert mindjárt kiörti a nyelvét. Vagy busztustalankodó mozdulatokat tesz az ujjával, ahogy ezt manapság már mindenki tudja, csak hogy felmérje tényleg, látom-e, és akkor megbüntetem. A tükörkép kicsi volt. Kísértetszerű és elmosódott. Robert megváltozott. Csak egy villanásnyit kaptam el belőle, hogy Robert arca hirtelen, ijesztő módon valami egészen másmilyenné vált. Hátrafordultam. Robert bambán kifejezéstelenül nézett vissza rám, kezeit illedelmesen egymásba kulcsoltam. Akkor azt gondoltam, csak képzelődtem. Figyeltem valamit, és amikor az nem keletkezett be, az agyamat elragadtam képzelet. Robert! Igen, kisasszony? Semmi. Semmi. Csönd legyen! Még egy pisszenés, és mindben maradunk Jimben a tanítás után. Kifelé menet, Robert különös pillantást vetett rám. Mintha azt mondaná vele, nekünk van egy közös titkunk, igaz? A pillantás később sem ment ki a fejemből. Megragadt, mint egy húszcapat két pörlő fog között. Apróság, de akkorának érződik, mint egy villanyszó. Este rossz álmai voltak. Miről álmodott? Robert arca lebegett a szemem előtt, ahogy
Kellemetlenül mosolyog rám, aztán az arc lassan megváltozik. De még mielőtt megláthattam volna, hogy pontosan mivé is, elborított a sötétség. Mi lehetett az, amit láttam, amikor megváltozott? Valami hagymafejszerű. Valami reszketek dolog. Valami, ami rám merett. Rám merett és vigyorgott. És a legkevésbé sem gyerekre hasonlított. Hűséges volt és gonosz! Összeveni! Megkért, hogy ellenőrizzem, van-e a lángosdóban papírtörlő. Ahogy ellenőriztem a papírkésztörlőket, kinyílt az ajtó, és hallottam, ahogy a két lány lép be. Titokzatoskodva vihoráztak. Már majdnem elindultam, hogy kimegyek mellettük, amikor elkaptam a saját nevemet. Visszafordultam a mosdókagylókhoz, és nekiálltam újból ellenőrizni a tartókat. És azután ez a fiú, a tanárnő tudja, hogy ilyeneket mondtak. Tudták, hogy ott vagyok. Tudták a kis ribancok. A legszívesebben kiráztam volna belőlük a lelket. Addig ráztam volna őket, amíg a foguk összekoccan és a kuncogásukban nyeszörgés lesz. És a falhoz koppantottam volna a fejüket, és bevallattam volna velük, hogy tudnak róla! De akkor az árnyékok megváltoztak. Meggyújtak. Csöpögő fagyúgyertyaként elfolytak, és különös púpos alakot vettek föl. A szívem majd kigurta meg a sumból. Húzottak tovább. A hangjuk megváltozott. Nem tűntök még kislányosnak, hanem emlékül ilyen lelketlenek, és igencsak gondolom. A lelketlen nevetés lassú, hömpölykő hangja úgy ért el hozzá, mint a szennyvíz áradat. A púpos hátú árnyakra meredtem is. Rájuk sikoltottam. A sikor folytatódott, aztán dúzott a fejemben, amíg el nem érte az őrülettel határos csúcspontot. Aztán elállottam. Miért nem beszélt senkinek arról, amit látott? Ostoba kérdés. Nem mondhattam el az igazat. Ezt már akkor tudtam, amikor kinyitottam a szememet. Nem akartam azt a benyomást kelteni másokban, hogy megőrültem, vagy hogy jelentkeztek nálam a szenilitás első tünetei. Belementem a játékba. Másnap bent tartottam Robertet iskola után. A fiú nem tett semmit, amivel kiérdemelte volna a büntetést, így hát hamisan váltottam meg. Nem végeztem neki ismeret furdalást, hiszen ez nem egy kisfiú, hanem egy szörnyeteg. És ez be kell, hogy vallja nekem. Miért mosolyogsz, Robert? Nem tudom. Áruld el, kérlek. Csak kevesen vagyunk. 11-en ebben az iskolában. A hazutazós kisfiúk. A pokorra jutnak. Tudom, hogy manapság sok szülő elfelejti ezt a tényt közölni a porontjaival, de én biztosíthatok, Robert, hogy tény! A hazutazós kisfiúk a pokorra jutnak, s ami azt illeti, a kislányok is! Akarja, hogy átváltozzak? Tényleg akar egy klassz kis látványt? Takarodj és holnap hozd be a papádat, hogy a mamádat is az iskolába! A másik Robert itt rejtőzik. Bent a fejemben. A fejemben. Néha körbeszól. Néha körbeszól. Néha körbeszól. Mi azt akarja, hogy engem. Azt akarja, hogy engem. Azt akarja, hogy engem. Azt akarja, hogy engem. Takarodj! Elrohadtam. Elestem. Reszketve feküdtem a betonon, és hallottam, hogy a bámészkodó körint gyűlnek. Megfordultam, és gyerekek néztek vissza rám. Szoros kis gyűrűt voltak körém, nyitott sír fölött a gyász nép. A sír fejénél Robert állt, mint egy józan kis sírású, aki készen áll arra, hogy az első kupac földet az arcomba zúdítsa. Ezután beteg állományba vonult, igaz? Egy hónapig nem tértem vissza a harmadikosaimhoz. Október végén tértem vissza. Ismét felkészülve, hogy belemegyek a játékba. Ekkor azonban már azt is tudtam, hogyan fogok játszani. Az első héten hagytam, hogy minden a rendes kerékvágásban folyjon.
elvesztem látomást az egész osztály lesütött szemmel, ellenségesen figyel. Robert az első padból mosolygott rám távolia. Aztán az egyik nap, amikor játszótéri vigyeletet láttam el, Robert odasétált hozzá. Nem is hinném, ilyen sokan vagyunk. És már se hinné el. Már hogy elmondaná nekik. Lányok, a tér túloldaláról rám néztek, és kinevettek. A Reti különben hoztam magammal a pisztolyt az iskolába. Nem akartam gyilkossá válni. Úgy határoztam el magam, hogy az igazi Robert nyilván már meghalt. Vagy megtébolyodott, ahogy bent él abban a pusztustalan, koszos, féregszerű ízében, ami rám vigyorgott az osztályteremben. De ne találtál még él is, hát könyörületes cselekedet lesz ettől a borzalomtól megszabadítani. Ma vizsgázni fogunk. Nagyon különös vizsga. Egyenként lehívlak benneteket a másolószobába. Ott vizsgázunk. Aztán mindenki kap egy szem cukorkát és hazamehet. Jó lesz így? Robert, lejönnél elsőnek? Igenis, kisasszony. Fogtam a retikülömet és végig ballaktunk az üres visszhangos folyosón. A másolószoba a folyosó végén nyílt túl a mosdókon. Hangszigetelték 2 évvel korábban. A gép már nagyon mosdik volt. És nagy zacsa. Becsuktam az ajtót és ráfordítottam a kulcsot. Senki sem hall majd semmit. Sem téged. Sem ezt. Nagyon sokan vagyunk. Sokkal többen, mint itt. Akarja látni megint, ahogy átváltozunk? Robert! Rendben vagy! Nem! Csak képzeld! Csak képzelted az egészet! Nem! Visszamentem az osztályterembe, és egyenként lekísértem mindegyiket. Már 12-jükkel végeztem. És megöltem volna mindegyiket, ha Mr. Henning nem tér be egy csomag írónak. Meg kellett lennie Marlon. Borzasztó. De muszáj volt. Ezek szörnyetegek. Változz át! Változz át Mr. Henning előtt! Mutasd meg neki, hogy muszáj volt megtennem! Nem is jön belém! Változz már át! Rohadt kis kurva! Rohadt mocskos földön kívül ribanc! Változz át! Változz át, az Isten verjen meg! Nyugodjon meg, kérem! Vigyelj meg elég meg, kérem! A takarítónél majd kikísér. Vajon, kisasszony. Aznap éjjel a tanítónő átvágta a torkát egy törött tükör cseréppel. A félelem az az érzés, amely elvakítja az embert. Össze sem lehetne számolni, hány dologtól rettegünk. Félünk lekapcsolni a lámpát, amikor vizes a kezünk. Nem merjük késsel kipiszkálni a kenyérpirítóból a benne ragadt kenyérdarabkát anélkül, hogy először ki ne húznánk a konnektorból.
Félünk attól, hogy mit mond majd az orvos a vizsgálat végeztével, és rettegünk, amikor a repülőgép a levegőben hirtelen hatalmasat rándul. Félünk attól, hogy az olajkészleteink, a tiszta levegő, a tiszta víz és az élet elfogy. Amikor a lányunk megígérte, hogy 11-re itthon lesz, és már 4:45 van, az ablakon pedig száraz homokként pattog az olmos eső, csak ülünk a tévé előtt is úgy teszünk, mintha azt néznénk. Néha a néma telefonra pillantunk, és közben szépen lassan magával ragad bennünket az érzés, amely elvakítja az embert, az érzés, amely titokban lerombolja észszerű gondolkodásunkat. Szeretem a tavaszt. A kedvenc évszakom. Akkor is éppen ruganyos léptekkel haladtam a járdán. Az egyik ház előtt egy asszony állt, virágokkal teli, kopott, zöld kézikocsival. Az uralkodó szín a sárga. Narcisz és kikerincs. Sárga láza. Van itt még néhány szegfű, és üvegházi tearózsa is. A legtöbbjük szintén sárga és fehér. Akkor elhatároztam, hogy veszek neki néhány szál virágot. Imádom, amikor a szeme boldogan felragyog, ha valami ajándékot viszek neki. Tudja, csak apróságokat, mert nem vagyok valami gazdag. Csak egy kis édességet, egy karkötőt, vagy egy zacskó narancsot, mert az Norma kedvence. Fiatal ember, nem szeretne néhány szál szép virágot? Mennyibe kerülnek a virágok? $1 csinálok magának egy szép kis csokrot. Ez te a rózsa, üvegházból. Egy kicsit többbe kerül, 70 cent darabja. De adok magának $0.5 $3.50. Az nagyon drága. Minden jót meg kell fizetni, ifjú barátom. Hát ezt nem tanította meg az anyja. Talán említette. Biztosan, egészen biztosan említette. Adok 0.5 tucatot. 2 vöröset, 2 sárgát és 2 fehéret. Teszek hozzá egy kis fátyolvirágot, azt imádják, és egy kis páfrányal egészítem, így gyönyörű lesz. De választhatja az $1 csokrot is. Imádják. Fiatal ember, májusban senki nem vesz virágot saját magának. Ez szinte íratlan törvény, ugye érti, mire gondolok? Maga mit érzett ekkor? Normára gondoltam, boldog meglepetés. Hát persze, hogy érti. Na, melyiket választja? Maga mit javasol? Elmondom szívesen. A jó tanács azért még mindig ingyen van, nem igaz? Igen. Azt hiszem, ez az egyetlen dolog, amiért még nem kell fizetni. Teljes mértékben egyetértek. Ha az anyjának lesz a virág, vegye meg az $1 csokrot. Csupán néhány narcisz, kikerics és gyöngyvirág van benne. És akkor az anyja nem ront el mindent azzal, hogy jaj, kisfiam, ez nagyon szép, de mennyibe került? Jaj, az nagyon sok, nem megmondtam, hogy ne szórd a pénzedet? De a barátnőjének lesz, az egészen más, fiam, ezt maga is tudja.
ha megveszi a te arózsát, a hölgy biztosan nem fog könyvelővé válni. Ugye érti, mire gondolok? Hé, a nyakába fog ugrani és... A rózsát választom! Mondja meg a szíve hölgyének, ha egy kis cukrot tesz a vízbe, a virágok tovább élnek. Köszönöm szépen, meg fogom mondani neki. Csak végzem a dolgomat, ifjú barátom. Ezután mi történt? Egyre csak mentem. Vittem a virágokat. Befordultam egy sötét sikátorba. A csillagok már feljöttek, és halványan pislák voltak az égen. Gyönyörű éjszaka volt. A sikátor sötét, és két oldalt torz szemetes kukák álltak. Egyedül voltam. 8:45 van. Normának éppen most kell, és akkor megpillantottam. Az egyik kapuajból kilépve egyenesen felém közeledett. Sötét kék szoknyát és fehér matróz blúzt viselt. Már sötétedik. Lehetséges lenne, hogy tévedtem? Nem. Ez igenis Norma. Norma! Hoztam neked virágot. Nagyon kedves, de azt hiszem összetéveszt valakivel. Engem úgy hívnak, hogy... Norma. Ez itt a tiéd. Mind a tiéd. Mindig is a tiéd volt. Ez nem Norma. Norma halott. Már 10 éve halott. De ez most nem számít. Ez a nő sikítani fog. És én meglendítem a kalapácsot, hogy megállítsam ezt a sikolyt. Hogy megöljem ezt a sikolyt! Ez nem Norma volt! Egyikük sem Norma volt! És ezért csúsztak le újra és újra a kalapácsot, mint ahogy már ötször korábban! Nyugodjon meg, fiatal ember! Elrohantam. Elhagytam a sötét sikátort. A nő neve nem Norma volt. De azt azért tudom, hogy mi az én nevem. A nevem... Szerelem. És ezért kóborolok egyedül esténként az utcákon. Mert Norma vár rám. És én So
művészetekhez megszállottság kell. A megszállottság viszont veszélyes. Olyan, mint egy kés az ember agyában. Néhány esetben a kés vadul az ellen a személy ellen fordulhat, aki forgatja. A művészet egy lokalizált betegség, amely általában jóindulatú, néha viszont rettenetesen rosszindulatú lehet. Óvatosan kell bánni a késsel, mert azt nem érdekli, kit vág meg. Önök is szeretnek élni, higgyék el. Az igazság az, és a szívünk mélyén mindannyian tudjuk ezt, hogy nagyon nehezen lennénk képesek lemondani arról, hogy egy feszengő pillantást vessünk a roncsra, amelyet éjjel az autópályán rendőrautók és utcai fények dobnak körül. Amikor egy nyugdíjas reggel felkapja az újságot, azonnal a gyászjelentése kezd lapoz, hogy megnézze, kit élt túl. Elszörnyedéssel vegyes. Különös borzongást érzünk, amikor bemondják a rádióban, hogy egy kis vidéki reptéren egy nő belesétált az egyik gép légcsavarjába egy vihar során, vagy hogy egy férfit pillanatok alatt széttrancsírozott egy hatalmas, ipari turmix gép, amikor egy munkatársa megbotlott és az indítógombra esett. Semmi szükség arra, hogy túlkomplikáljuk azt, ami egyértelmű. Az élet tele van kisebb-nagyobb borzalmakkal, de mivel a kisebbek azok, amelyeket megértünk, ezek döbbentenek rá bennünket saját halandóságunkra. Zavarhatnám egy percre? Elnézést, kisasszony, már nem fogadok betegeket. Egyeztesse magának időpontot. Az igazad megvalva, hogy nem mint pszichiátert, hanem mint zseniális írót kerestem fel. Ha lenne kedves, és dedikálná nekem a könyvét. Ó, hát az mindjárt más. Jöjjön csak ide. Olyan ismerős nekem. Lehet, nagyon lehet. Mintha már láttam volna valahol. Nagyon valószínű. Csak nem maga az a szédült kislány, aki folyton levelekkel molesztál. De igen, nagy rajongója vagyok. Ha már ott áll, legyen szíves, nyújtsolja nekem azt a viszkit. Tessék parancsolni. Maga kér valamit? Semmit, köszönöm. Szabad körbenéznem a költőműhelyet? Író. Az író munka közben. Elnyűgöző. Maga is ír? Nem, én csak olvasok. Az önműveit olvasom. Ivott a viszkiből, a lopottból. A rendőrség levonul, most futatja át a mocsarat. Ő csak ivott és meretten nézte áldozatát, aki éppen hörögni kezdett. Haslövés, hallgatott. Segíteni úgysem tud rajta. Azután bekövetkezett a vég. Hunyorgott, a domboldalról lemenő napsugarai elkápráztatták a szemét, azután beesteledett, és leszáll. Az. Teringettét. Hát maga aztán megjegyezte, amit olvasott. Irodalom tanár? Nem, magánnyomozó vagyok. A magánnyomozó. Hát akkor... Nincs miért tartanom magától. Kriminalisztikai szempontból elemeztem a műveit. Igazán? Magyarázattal tartozom. Az én elemzéseim alapja egy olyan gyanú, ami inkább nevezhető filozófiai természetű. És pedig? Ami a képzeletben, a regényeiben megtörtént, annak gyökerei a valóságban. Mert teljessége lehetetlen valami olyasmit kitalálni, ami valahol, valamilyen módon meg nem valósul. Egészen okos, amiket mond. Ez a feltételezés vezetett oda, hogy az ön regénybeli gonosztevőit a valóságban keres. Tehát úgy gondolja, hogy regényeim alapja valóságos történés? Pontosan így van. Először azt mérlegeltem, hogy miért van az, hogy az ön regénybeli gonosztevőit sohasem éri utol az igazságszolgáltatás. Az a véleménye, hogy regényeim egyéni sajátossága, hogy a tettes kiléte ismeretlen marad. Eltaláltam. Maga úgy olvasta a regényeimet, mintha azok nyomozati jelentések volnának. Mint gyilkosságok szakszerű leírása.
az önhősei nem nyeresünk vágyból, vagy szerelemkérdésből ölnek, náluk a gyilkosság lelki gyönyörűség. Élmény keres. Az élet élvezett magasok. Mielőtt a gyilkosságot valami szörnyűségnek tekintették, de az ön művei feltárták előttünk a halálnak azt a homályos szugát. És megmutatták, hogy nagyság, szépség van. Az embert akartam megmutatni a maga valójában, és ehhez az is hozzátartozik, hogy öl. Rágyújt? Nem. Szóval nem volt egyszerű eredményre jutni. Nagyon pontos, aprólékos munkát töltett. Először a Találkozás egy idegen országban című regényhez fogtam vissza. Az első regényem irodalmi nagydíjat nyertem vele, és meg is filmesítették. Hát mert egy remek mű. Egy francia kalandor találkozik egy elégkelő asszonyjal. Különleges, izgalmas kaland. A német attasé felesége. A férfi elcsalja egy harmadrangú ankarai hotelba. Ott elcsábítja és elhiteti vele, hogy a gyönyör teteje, ha a szerelmi mámor csúcspontján együtt meghal. A nő megrészegedve a szenvedélytől, szerelmese vad kitöréseitől végez magával szerelmi mámorába. De a férfi nem öli meg magát, hanem rágyújt és kilép az ajtón. Órákig csavarog a külvárosban, sötét zugokban. Közben félholtra ver a mohamedán papot, erre bújja tőle a szegények pénzét, azután felkerekedik, és elutazik. Csak nem a helyszínen, Törökországban nyomozott a regényem ősei után. Azt kellett tennem. Korábban sokat költöttem ankarai újságokra, hogy itt tanuló diák segítségével valamennyit átnéztem. És mire jutott? Nem német, hanem svéd nő volt az áldozat. Az ottani attasé felesége. Szőke, finom teremtés. Öngyilkos lett egy utolsó garniszállóban. Tettének oka ismeretlen. És a férfi, aki vele volt? Ismeretlen. Egy mohamedán papot is fél volt rá, de az olyan állapotban volt, hogy a rablásról semmilyen támpontot nem. Szívből gratulálok a szenzációs felfedezéséhez. Milyen következtetés van te mindebből? Itt egy lista azokról a személyekről, akik feltűnően hasonlítanak az ön alakjaihoz, tessék. Ez 22 név. Igen, pontosan 22 regényt írt eddig. Ez is igaz, és valamennyi személy meghalt. Részben öngyilkosok lettek, részben váratlan szerencsétlenség okozta a halálukat. Értékes lista. Ez a sok szerencsétlenség mind olyan helyen történt, ahol maga is megfordult. Maga szimata bámulatos mindenhová követett? Azt kellett emelni. És nem verte magát túl nagy költségekbe? Tönkre mentem, pedig mindenütt a legszerényebben éltem. El vagyok ragadtatva magától, kisasszony. Maga a legcsodálatosabb lány, akit valaha látta. A különböző gyilkosságokat egy személy követte el. A végső következtetés. A vonásai egy. Ön a gyilkos. Több ízben? 22-szer. És azok a regények, ahol nő a gyilkos? Igen, sokáig tartott, mire erre is rájöttem. De azt hiszem, végső soron lényegtelen az elkövető neve. A tettes jelenvonásai a fontosak, azok pedig végig ugyanaz. 22-szer? 22-szer. 22-szer. Ez egy kicsit sok. Mit akar most tőlem? Először az volt a szándékom, hogy átadom a rendőrségnek. De letettem róla. Nézd, én tönkre mentem. Mindenemet beladtam ebbe a vállalkozásba. Most már csak az az egy marad, hogy ad nekem egy kis jutalékot. Most meg kell valljak magának valamit. Bevallok mindent! A svédnő? Mind a 22-t! Nem vagyok kicsinyes. Ez életem legnagyobb. Igen, csak talán nem úgy, ahogy gondolja, mert minden körültekintése ellenére lényeges hibákat követett el. Arra nem gondolt, hogy leleplezéseivel nálam pórul járhat? Arra gondolt, hogy engem is elteszlátok. Úgy van. Ezt is számításba vettem. Ismerem a helyszínt. Fölöttünk egy híres színésznő, akit jobbra tőlünk egy ezredes, balra pedig egy gazdag özvegyasszony. Csak is hangtalanul ölhetne meg, ahhoz pedig név kell. Ezért nem jó, de kortyod sem. Ezért. Cigarettával is hiába kínáltam. Lorenz Hostetter, a híres terroristát egy finom havanna szivarral ölte meg, ingyen lélekkel halálni. Drága lélek, maga végig olyasminek a bizonyításával fáradozott, ami nem igényel bizonyítást.
Csak nem azt akarja mondani, hogy tudnak. Hogy gyilkos vagyok? De igen. Tehát ez lehetetlen. Gondolja a világ falná a könyveimet, nem tudnák, hogy valóságos gyilkosságokat írok meg. Hogyha így volna, akkor régen letartóztatták volna. Ugye miért? Mert... Akik embert ölnek, azoknak csak egy kis részét tartóztatják le. A legtöbbjük büntetlen marad, mint jó magam. Tudja engem, ugyanazért nem tartóztattak le, amiért maga nem jelentett föl. Csodálatból. Már Villon is a verseért kapott újból és újból kegyelmet, hiszen ő is gyilkos volt. Ugye miféle tankönyvben olvast, hogy a költők és írók magasabb rendűek, fennköltek, tiszták? A legtöbbjük még a polgári morál értelmében is szörnyetek. Gondoljon csak Goethére, Baudelaire-re, Wernerre, Rimbaudra, a világ elejéte felháborodott rajtuk. Később azonban annál jobban csodálták őket. És miért? Mert szörnyetegek. Gondolja, hogy Hemingway Nobel-díjat kapott volna az öreg halász és a tengerért, ha nem őt látják abban az öreg emberben? Vagy jó magam a gyilkos és dermekért, ha nem én vagyok a gyilkos? Lát ezeket a leveleket? Halom számra hevernek a szobámban. A legelőkelőbb társasági hölgyek, polgárhölgyek és cselédelők ajánlkoznak, hogy feláldozzák magukat. Hát ébredjen fel végre! Nem tudom, de... Nem tud maga semmit. Fiatal íróként megpróbáltam a stílus szigorú törvényei szerint alkotni. Egy-egy vidéki szerkesztő megveregette a vállamat, valójában azonban a kutya sem törődött velem. És igazuk volt. Egyetlen út volt. A magam életét megélni és megírni. Eleinte attól tartottam, hogy lecsuknak. Az első ember, aki gratulált a svéd attasé volt. Első világsikeren pedig a feleségével megesett szerelmi kaland nem írások. Könyörülés, ne folytassam. Én végig hallgattam magát. Maga is legyen kedves, és hallgasson mindig engem. Attól kezdve, hogy felfogtam, mi az, amit a világ kíván tőlem, rendelés szerint szállítottam. Csak magamat adtam, a magam életét éltem és írtam, mindenféle stílust elfelejteni, stílus nélkül írni az életet úgy, ahogy adódik. E tagadásból született meg az új stíluson, így lettem híres író. De a hírnél kötelez. Egy vadabb életet éltem. A közönség egyre többet akart. Aljasabbnál aljasabb helyzetekben akartak látni, mindazt át akarták élni, mégpedig általam igényeknek kifejezője által, amitől ők maguk meg voltak fosztva. Így lettem gyilkos. Ettől kezdve minden, ami történt, csak a hírneve meggyarapította. Zúzdába küldték a könyveimet, indexet tette a Vatikán, de a példányszám csak emelkedett. Erre jön maga a nevetséges kis bizonyító eljárásával, és kimutatja, hogy amit írtam, igaz? Nem talál olyan bírót a világon, aki hajlandó lenne perbe fogni. A világ olyannak akar, amilyen lettem, és azt akarja, amit adok neki. Őrültnek fogják kikiáltani. Bolondok házába fogják zárni, mint hogy azokat is bezárták, akik eddig ilyesmivel próbálkoztak. Hogy azt hiszi maga az első? Anyák, feleségek, férjek és fiúk ostromolták az ügyvédeket bosszúért hihegve. Eddig minden ilyen pertől elálltak. Államügyészek, igazságügyminiszterek és köztársasági elnökök emeltek szót az érdekemben, az igazság nevében. És mindig sikerrel. Eddig még mindenki nevetségessé vált, aki meg akart engem húzni. Bolond maga is. Bűnös könnyelműséggel elpazarolta a pénzét. Arra ne is számítsam, hogy kártalanítom. Sokkal furcsább legyen felkészülve. Kiáltson segítségért. Segítségért? Be kell fejeznem a drámát, amit írok. Már egészen jól állok. Megírtam egy bosszú álló nő történetét, aki sorra ölnek olyanokat, akik maguk is gyilkosok. Hidegvérrel végez egy üzletasszonnyal, egy fiatal apával, egy tanítónővel és egy szerelmes férfival. És maga az a nő? Bizonyos értelemben, igen. Már csak a zárójelenet hiányzik. Zárójelenet? Maga a zárójelenet. Mit akar ezzel mondani? Még mindig nem érti. De hiszen én már megyek. A pisztolyt nem azért vettem elő, hogy elmenjen, hanem azért, hogy meghalljon. Maga megadta nekem egy színpadi játék témáját, és most meg kell halnia. Mert én mindig csak azt írom meg, amit átélek.
Mert semmi fantáziám nincs. Mert csak úgy vagyok képes alkotni, ha a megtörténtet ábrázolhatom. Viszont maga ezzel bevonul a világirodalomba. Rengeteg néző fogja látni, amit most itt áll előttem. Reszketve a félelemtől, szemét száját tágra nyit. Segítség! Nos? Rohannak segíteni? A színésznő, az ezredes, az özvegy asszony? Író vagyok. Pénzre van szükségem. Színdarabot írok a mai estéről. Meg kell ölnöm magát, már csupán pénzügyi szempontból is. A művészet kegyetlen. Művelői nem ismernek kegyelmet. Lássuk csak. Első jelenet. A takarítónő belép a színpadra. Rengeteg dolgot megtanultam, amióta a doktor úr mellett dolgozom. Nem is hinnék el mennyi mindent. Lassan már én is megkaphatnám a pszichiáteri oklevelet. Tudom például, hogy a diszociatív kórképek csoportjába tartozó pszichiátriai zavar meghatározó jellemzője, hogy az egyének két vagy több elkülönült személyisége van, saját névvel, emlékezettel, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. A multiplex személyiségzavar gyakran összekeverik a skizofréniával, vagy a tudathasadás formáival. Voltak éppen bárki beleesett ebbe a kis hibába, hiszen a multiplex személyiség is egyfajta tudathasadás, ha ezt szó szerint értjük. Ennek a zavarnak több elnevezést is adtak. A legegyszerűbb és legtalálóbb a több személyiség, de a multiplex személyiségzavar kissé szakszerűbb. A betegség belejárója, tünete, a fejfájás, az emlékezet kiesés. Ez a zavar nagyon ritkán gyógyítható gyógyszerek segítségével, inkább csak elnyomják a nem kívánt személyiségeket. Általában az összes személyiséget pszichológiai kezelésekkel összeolvaszthatják, persze ezzel is egy teljesen új személyiséget hoznak létre. A kezelés hosszú és bonyolult. A személyiségek nem mindig egyesíthetők. Ekkor harmonikus kapcsolatot igyekeznek elérni. A tudomány számára talán az a legérdekesebb, hogy a több személyiség hatására éles pszichológiai és fiziológiai különbségek is felléphetnek. Mindegyik személyiségnek külön neve és kora van. Mindegyik személyiségnek külön neve és kora van. Néha a hajók szemük színe. Művészi hajlam vagy nyelvtudás mutatkozik az egyik személyiségnek. A művészi hajlam vagy nyelvtudás az egyik de térjünk a dologra. Hölgyeim és uraim, bemutatom önöknek azt a helyet. Bemutatom önöknek azt a helyet. Elsőszem igazszak éhez játszolják. Persze igaz elmondani, nem egészen beszélte rá vállalkozás. Mégsem riadok vissza a vállalkozást. Mégsem riadok vissza a vállalkozást. Az a meggyőződésem úgy sem hiszik el, hogy ez a történet valóban megesett. Thank you.
történet után a beszélgetéssel folytatjuk. De mondjuk a tanárnő szerepel egyértelműen a beteg, aki nagyon megütötte az üzletasszony, ő az, aki a szociopátia tüneteit mutatja. Tehát olyan tüneteket, aminek az a lényege, hogy valamilyen oknál fogva az agyban nem alakul ki például a félelem tudata, amiről ez a darab végig szól. Ugye az emberről, minden ember, amit tudják, hogy az életünk 90%-át félelemben éljük. Az emberi agy így van beállítva, így működik, 90% rossz gondolat és 10% öröm vagy boldogság gondolat. Ezt azért csinálta így a teremtő, ha olyan van, ha nem, akkor a darwini evolúció, válogathat ki ízlése szerint, hogy a félelem az egy nagyon fontos dolog az életünkben, egyszerűen arról szól, hogy a támadás vagy védekezés működjék-e. Amikor az ember tele van ilyen sok idegen dologgal, ami ma is körülvesz bennünket, akkor nyilvánvalóan nagy segítség lehet, ha tudom azt, hogy miről van szó. Tehát az ember azért fél, mert rengeteg idegen dologgal veszi körül magát, és van is körülvéve, aminek következtében az agya úgy alakult ki, legalábbis mi annak az embernek vagyunk az ősei, amelyik nagyon-nagyon megtanult félni. És ez a félelem arra ösztökél bennünket, hogy eldöntsük minden másodpercben, hogy most meneküljünk, vagy támadjunk. Ez a két alternatívánk van, az agyunk ennek a kettőnek felel meg. Az, hogy mi mindig rosszra gondolunk, ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy az ember, ha nagyon unatkozik, vagy éppen nincs mit tennie, akkor leül, és akkor egyszer csak az itt eszébe, hogy te jó Isten. Még ezt se csináltam meg. Uram Isten, azt meg elfelejtettem. Jézuson telefonálni kell. Ugye az agy, aki nem kap enni, az állandóan előveszi a réges-régen lenyomkodott mindenféle dolgokat, és azt mondja, hogy hát, ha nem adtok, akkor keresek magamnak, azonnal jönnek. Soha az nem jut az embernek az eszébe, de szép a tenger, milyen süt a nap, de jó, hogy mit tudom én, az emberiség ilyen sok, 7 milliárdan vagyunk, milyen szép az élet, és mit tudom én. Ilyenek nem jutnak eszébe az embernek, egyszerűen azért, mert az agya így működik. Ebből következően a félelem az egy borzasztóan nehéz dolog. És amikor azt látják és azt hallják, hogy a média tele van ugye, hírekkel, hogy kit daráltak éppen le Kuala Lumpurba, vagy már nem tudom, hogy hol, ugye, vagy kilépett bele nem tudom mihol micsodába, és halt bele azonnal, cápa uszony nyelt le, vagy akármi, és ezeket a híreket esszük. És mindig azt kérdezik, amikor kriminológiából előadok, hogy erőszak és a média az rettenetes, manipulálja az embert, és olyasmit mondan, öntenek ránk, ami hát borzasztó és rettenetes és szörnyű. Én mire azt szoktam mondani, hogy olyat nem lehet ráönteni az emberre, amit az ember nem akar. Az emberek ezt akarják, hallani akarják, és nem azért akarják, hogy aztán rettegjenek, hanem valami másért. Egyszerűen azért akarják ezt a félelmet, mert ez érdekli őket. Ugyanis az alaplapunkban, az emberi projektben az van beírva, hogy túlélés. És az embernek a nap 24 órájában arra kell figyelnie, hogy túléljen. És ez az ösztön, ez olyan borzasztóan erős, hogy minden olyasmi, ami három dologhoz fűzi az embert, a túléléshez, a szaporodásához és az öröméhez, ez a három dolog, ami be van írva minden emberi alaplapba, ez a három dolog az, ami bennünket a világon a legjobban érdekel. Ezért van az, hogy nem az izgat bennünket, igaz, kriminológiából, hogy hány zsebtolvaj volt aznap éppen Budapesten, vagy hogy hány házba törtek be és lopták el a, mit tudom én, a fűnyírót, hanem azt, hogy kitöltek meg. Ugye az embert arra figyelmeztetik ezek a hírek, és azért érdekel és izgatja, mert ez az, ami állandóan arra figyelmeztet, hogy véges az élet, és ezt erre kell vigyázni. Ez nincs beleírva. Ez van beleírva, hogy vigyázz. Ember vigyázz. Ezért van az, hogy minket borzasztóan izgat. A legkevesebb, a bűncselekmények körében a legkevesebb az emberölés. Aztán a szexuális bűncselekmények. Ugye? Tehát szaporodás, túlélés. És a harmadik ugye a kábítószer, alkoholizmus, az öröm. Tehát ez a három dolog, ez abban a pillanatban fölkapjuk a fejünket, ha erről van szó, és nyilván a média is adja ezt nekünk. Amit pedig, hát ugye itt én egy picit hiányoltam a több humort. Tehát egy kis iróniát, egy több iróniát és több humort.
ez túl súlyos dolog ahhoz, az emberölés, hogy az ember ezt úgy tudja elviselni, hogy ne kapjon egy kis mentőkötelet. Ugye ez egy borzasztó fontos dolog. Tőlem egyszer megkérdezték, hogy mi a véleményem a horrorról. Ugye hát ebben is volt rendesen, ugye azért adagoltuk a horrort. Bármennyire lehetett, ugye, és hát a takarítóni a zseniális, azt gratulálok neki akárhol van. Szóval ő egy igazi horror figura volt ebben a történetben, és ez a horror azért érdekes dolog, mert ugye attól frászt kapunk, én például borzasztan, én rosszul vagyok, én egyáltalán minden olyan filmtől rosszul vagyok, ahol ilyen nagyon erős sok kéri az elmet, én akkor rögtön felugrok a tévé elől, és rögtön azt mondom, hogy nem kér valaki valamit? Gyorsan kiszaladok, hogy ne kelljen ott lennem pont akkor, hogy ez nekem sok. Az emberek töltő többségében nem sok. Nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekek legalább 4-5 éves korukig, ugye nagyon sokat mesélünk arról, hogy a gyerekeknek milyen hülye meséket mesélünk, mert milyen rajzfilmeket néznek, milyen szörnyű nekik, és mennyi borzalom, ölés van bennük. Ugye egy felmérés szerint egy 12 éves amerikai kisgyerek, az 41 ezer gyilkosságot látott addig az életében a televízióban. Tehát ilyen horror számok vannak, és hát olyan meséket láttunk, amiben hát ugye öljük a macskát, meg a kutyát, meg az egeret, meg a nem tudom micsodát, meg olyan játékokat játszanak a gyerekek, ahol lelövik egymást, és akkor ettől a felnőttek borzasztóan oda vannak, és azt kérdezik, hogy akkor most mi lesz a gyerekekkel, mert meg erőszakosak lesznek. A dolognak van egy borzasztóan fontos része. Minden mese, amit mesélünk, kivéve azt, hogy a cínege madár egyik ágról a másikra száll, ugye ezen a stílusú meséken kívül, minden mesemnek története van, abban biztos rengeteg szörnyűség van. A funkciója nagyon egyszerű. A gyerekeknek meg kell tanulniuk félni. Mit kezdeni a félelmükkel? Ezt a félelmet tanítja meg a mesének ez a része, ez a jó-rossz elnyeri méltó büntetését, és mi ezeket a meséket nézzük meg felnőtt korunkban is. Itt hát ugye az, hogy elnyeri a méltó büntetését, azt látjuk. Ugye itt kell a humornak megjelennie, meg a kellő iróniának, hogy értsük azt, hogy itt azért ugyanerről van szó. Az embernek a félelmével együtt kell élnie, és mire felnő, ezzel a félelmet kezelni is meg kell tanulni. Na most a gyerek az úgy tanulja meg a félelmet, és ezért baj az, ha nincs mellette szülő, hanem csak a tévé, vagy bármi más, amit egyedül kell csinálnia, mert akkor a félelmet nem tanulja meg az úgynevezett biztonságos félelmet. Ez azt jelenti, ugye biztos, akinek gyerekkorára emlékszik, vagy volt gyereke, az nagyon jól tudja, hogy a gyerekek, nagyon pici gyerekek elkezdik mesélni, és akkor ráült a lapátra, bedobtuk a kemencébe, és a vén banya megégett meg. És akkor a gyerek így csinál, és utána azt mondja, még egyszer bedobjuk a kemencébe, vagy lenyeli a farkas, és akkor csörög a hasán, és még egyszer. Ugye a gyerek így tanulja meg azt, ezt a még egyszerrel, azt, hogy hogyan lehet biztonságosan félni. Ott ül a mama, úgy is tudjuk, hogy a dologból nem lesz semmi baj, de az érzést, hogy félek, azt valamilyen módon le kell vezetnem, azt meg kell tanulnom. És ez a tanulásnak ez a folyamata. Ezt akár akarik, akár nem, a gyerekek így csinálják. Úgyhogy jobb, ha tudunk róla, mert akkor legalább nem kapunk frászt attól, hogy a gyerek megnéz egy mesét, és speciál éppen ott vagyunk mellette. A felnőttek is ugyanezt a játékot játsszák. Ugye azt, amit mi katarzisnak nevezünk, és nagy drámákban, ugye elmenek egy Shakespeare-be, hát ott több hulla van, mint itt, ugye jelenetben több van, mint amit itt most látunk. És mégis, ugye, hát már amelyikben, hát mondjuk azokat nézzük általában, amelyikben ilyen van. Ugye, amiben nagyon fontos dolog, hát amiben meg nem az volt, a szerelem van, úgyhogy megint jön a három dolog, úgyhogy csak ez jön elő belőlünk, semmi más. Úgyhogy borzasztóan fontos dolog, hogy ezeket felnőtt korba is gyakoroljuk és megtanuljuk. Mert ez nem olyan játék, hogy egyszer megtanulom, és akkor utána kézbe van. Hanem ez mindig úgy van, hogy ezt állandóan is naponta kell gyakorolnunk, mert naponta kapjuk az új impulzusokat, az új félelmeket, és ezekkel meg kell tanulnunk bánni. De hát ez pszichológia és nem kriminológia, úgyhogy a kriminológus az azt nézi meg, hogy ki miért akar ölni, vagy ki miért ölt. Én most éppen egy olyan vizsgálatban vagyok bennem, de fiatal felnőttek és fiatal korúak emberölést emerüléses anyagaiba, hát meg kell mondjam, ha bejön
a Gyuri hozzám, akkor adok néhány ötletet arról, hogy a következő regény hőse az, és sztoria az hogyan működjön, mert van még változatos, amiről álmunkban nem gondoljuk. És nem mindig kattant az agy. Úgyhogy amikor nem sorozatgyilkosokról van szó, ott az a súlyosabb dolog, és nem is hirtelen felindulásról van szó, hanem különös kegyetlenségből. És a fiataloknál a leggyakoribb az anyagiakért. És az elképesztő dolog, hogy ezekben a gyerekekben, vagy ezekben az emberekben egyszerűen ennek a félelemérzetnek a hiánya van benne. Lehet félelemből ölni az életemért, és lehet kattant aggyal, de a félelem hiánya az, ami az embereket elviszi olyan dolgok megtételére, amiben nem tudnak kontrollálni. Az az ember, aki nem fél, attól félni kell. Ugyanis attól a perctől kezdve, akinek nincs meg ez a félelem tudata, abban nincs meg az emberi élet tisztelete sem, mert valahol a programból hiányzott ez a túlélésért való ösztönös létezés. Azért, mert ha igen felhúznak, akkor ez gondolásra csak akár. Hogy ahogy nekem felnőttként a, persze rettegek megnézni, hogy milyen gyilkosság történt aznap, de valahogy megnézem, ez nekem elégtételt, vagy sikerélményt, vagy megnyugvást ad? Hát ugye erre legalább négyféle elméletet tudnak, és ha már négy van, akkor egyik se, vagy mindegyik igaz. Ugye az első az azt mondja, ez az egyetlen, ami pozitívként kezeli a félelemérzésnek, és egyáltalán az erőszaknak a látványát, az az úgynevezett katarzis elmélet. Ez azt jelenti, hogy én megnézem, akkor megnyugszok, és levezettem a gőzt, hogy én még élek, meg hogy különben is jó, elnyertem értő jutalmát, és különben is borzasztó, ez messze van tőlem. Tehát ez a katarzis. A másik elmélet azt mondja, hogy ha ilyeneket látok, akkor egy idő után nyugodtan vacsorázhatok mellette, amikor kiömlik, éppen fölrobbantja magát valaki a televízióban, én megnézem a híradót, ott nyugodtan vacsorázok, bolítok egy kicsit, és azt mondom, hogy fele egyen meg már megint, miket történnek a világban. Tehát a hozzászokás. Amikor hozzászokik az ember ahhoz, hogy ez normális teljes menet a dolognak, igen ám, de a kutatások azt mutatják, hogy ez csak szimbolikus esetben van. Tehát, hogyha ezt látom, képről hallom, de ha az én közelemben, tehát a szomszédomban történik ez, akkor az nem lehet hozzászokni. Tehát az ember, ez logikus is, ha ez egy belső ösztön és ez az, akkor ez nem lehet hozzászokni. Ahhoz igen, hogy a televízióban ez benn van. A másik az, amikor nem csak, hogy egyszerűen hozzászokik az ember, hanem úgy szokik hozzá, hogy nem csak bagatellizálja a dolgot, hanem a hozzászokásban egy mérhetetlen közömbösség is kialakul, és ez azt jelenti, hogy nem érdekel. Tehát, hogyha megyek az utcán, ezt sokáig látom és hallom, és akkor megyek az utcán, és ott valaki elesik, meg valaki történik valami, így csinálok, hogy nem, és arrébb megyek. Úgyhogy ezek a dolgok azok, amikor, és még van 100 000 ilyen, hogy még mi lehet, mi, kinek mi, ki hogy. És akkor van egy olyan, amelyiket mi nagyon szeretjük, az, hogy agresszívá tesz. Tehát azok az emberek, ugye megnézték, hogy a börtönben levő erőszakos bűncselekményt elkövetetteknek a döntő többsége, az bizony erőszakos filmeket néz. Hát erre a kutatás azt mondja, hogy ez azért néz erőszakos filmeket, mert ez érdekli. Tehát az emberre nem lehet ráerőszakolni olyan dolgokat, ami belül nincsen meg. A ráadásul ugye nem is tudjuk meg bebizonyítani azt, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk 10 éves korukig erőszakos filmeket néztek, mondjuk megnézték ezt a 41 000 gyilkosságot, hogy azok majd 25 éves korukban, vagy 60 éves korukban azért követnek el gyilkosságot, mert annyi éves korukban ennyit láttak. Ilyen összefüggés soha ember még meg ne állapítani nem tudott. Minden emberben másképp, más reakciót vált ki a félelem. Ez nyilvánvalóan azért van, mert a karakterünk része az a speciálisan emberi, ami állatban nincsen, csak és egyedül emberben van meg, hogy mi ez a bizonyos szenvedély, amit a Gyuri próbált kihozni belőle, ugye a megszállottság, mindenféle szenvedély. A szenvedély az emberi dolog és karakter. Tehát az nem úgy működik, hogy azzal születünk, mert ösztön, de nem is úgy működik, hogy majd kapjuk menet közben, mert megtanultunk. Hanem ez összeállítódik, amikor megszületünk, ez a karakterünk, és ez a karakterünk mondja meg azt, hogy optimisták vagyunk, vagy pesszimisták leszünk. Ugye ez a két agyféltekének a tele a pohár, vagy félig a pohár, ezzel születünk.
azzal is születünk, hogy micsoda, ki temperamentumos, ki nem. Ki csöndesebb, ki nem. Ezek a karakter része. És a szenvedély az az emberi karakter része. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy öljön. Úgy, hogy ez tetszik neki. Tehát az ember az egyetlen lény, aki a saját fajtáját azért tudja megölni, mert élvezetet okoz neki, örömet okoz neki. Ugyanis az agynak morális tartalma nincsen. Tehát az agy működését semmiféle moralitás nem befolyásolja, ugyanazok a reflexek és reakciók vannak mindenre. Tehát ez a készletünk ettől a karaktertől lesz az, hogy megtudunk, hogy mi erkölcsöt tudunk létrehozni. De ez az erkölcs, ez lehet ilyen is, meg lehet olyan is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog az ember szenvedélyeivel, mert ugye az egész teremtésben mi úgy vagyunk összerakva, hogy egyensúlyra törekszünk. Tehát ha egyik se jó, ha valaki nagyon szerény, akkor hogy hívjuk? Álszerénynek, ugye, ha egyik végébe esik. Ha másikban, ugye, az meg aztán a képmutató, ugye, csak a közepe jó, mindennek csak a közepe jó. És ez az állandó egyensúlyra törekvésünk az, amiből például az ilyen nagyon-nagyon erős dolgok kilógnak. És mindig oda jutunk vissza, hogy az egyetlen dolog, ami meghatároz bennünket, alapvetően. És ugye a kriminológus ezt pontosan látja, mert ugye állandóan én az ember sötét oldalával foglalkozom. Ugye ennél pessimistább dolog a Földön nincsen, úgyhogy kriminológus csak az legyen, aki olyan mérhetetlenül optimista karakterű, mert ezt nem fogja különben elviselni. Úgyhogy ezt nem lehet másképp elviselni. És ez nagyon fontos dolog, hogy azt lehessen látni, hogy ebben a nagyon sötét világban ezek a nagyon pontos, ugye már majdnem állati részünk. Tehát ez a nagyon természeti részünk, amit ösztönnek nevezünk. Abban a pillanatban, amikor az ember saját emberi személyiségi tanulásait, tehát azt, hogy én embernek élem meg magam, ha ezt nem tudom megcsinálni, és szembesülök valami olyan idegen dologgal, akkor abban a pillanatban visszalépek egyet, és csak itt a fal. A fal mindig a túlélés, szaporodás, öröm. És ennek a legteljesebb legvégéig megyek el, és akkor jönnek a bűnt, amit mi már bűncselekménynek hívunk. Tehát az ember visszatér ahhoz a teremtett állapotához, ami nem még csak azt sem mondhatom, hogy rossz, hanem az állapállapot. Ez 25%-ban határozza meg az ember karakterét. A másik 25%-ot az a története határozza meg, amit az elmúlt 500 ezer évben emberként leért, mert az elmúlt is 10 ezer év az semmi, az, mintha nem is csináltunk volna semmit. Csak rosszat, ha lehet. Ugye addig az ember ilyen szépen ment, ugye nagyon eljúvoltunk a kartfogó tévésekkel, a főbaltával, meg mindennel, aztán hirtelen elkezdtünk enni mindenféléket, ugye meg megtanultuk, hogy hogyan kell kínozni a háziállatokat, és attól persze kezdve, hoppá, elmentünk 7 milliárdig most. És csináltunk valamit, amivel most egyáltalán a saját természetünk, ami volt 500 ezer évig, az olyan mértékben van ellentmondással, hogy ezeket az ellentmondásokat pluszban nem tudjuk átélni. Ez 25%. A másik 50, amire ugye azt szoktuk mondani, hogy tanuljuk. Tehát azzal, amikor megszületek és elkezdek tanulni, az a szocializáció, az a társadalom, az, hogy együtt vagyunk, vagy beszélgetünk, egymástól állandó jelleggel dumálunk, ugye hát ez a nő különösen, ugye a pletyka az egy, én úgy hívom, ugye az a szociális kurkászás. Ugye a majdnem szokták egymást kurkászni, hogy barátságban legyenek egymás iránt, mi pletykálunk, hogy barátsággal tudjunk majd lenni egymás iránt, a lányok ezt nagyon tudják, ezért vagyunk kékesek, szépek is. Természetesen a fiúk meg ott öldösik egymást, mert 5-10 házi feladatot kapták, hogy ne nekünk kelljen csinálni. Úgyhogy ez ilyen egyszerű. Ahogy én most elmondom, viszont persze. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ez az 50%, ez viszont a legnehezebb része az életnek. Tehát ez az 50%, ebbe kaptunk egy olyan áldást és átkot együtt, amit úgy hívnak, hogy szabad akarat. Ezt a szabad akaratunkat, ezt mi döntjük el. És azt, hogy egy embernek minden percében az életének, azt, hogy itt állok és beszélek, minden percben döntenem kell, hogy most ezt mondom, vagy azt. Ezt csinálom, vagy az. Mindig, minden percben. Ez a döntés pedig ugye attól függ, hogy mivel találkozom. Tehát abban a pillanatban, ha idegen dolgokkal találkozom, akkor ugye ez a döntés borzasztóan nehéz, mert nem tudom, hogy mi van mögötte. Ezért kell tanulni.
Sajnálom, de mindig ide jutok a végére. Amit ma csinálunk, az természetesen nem tanulás, annak köze nincs a tanuláshoz. Ugye, amit egyetemeken ugye most nem figyel senki, és szabad nekem úgy beszélni, ha nem a katedrán lennék. A tanulás, egyébként ott is ugyanezt van. Ugye, a tanulás ma semmi köze nincs a tanulásnak, annak, amit az iskolákban kapunk, amire szükségünk lenne. Ez egy ürügy játszma a hatalomhoz, ez egy ürügy játszma ahhoz a világhoz, amiben ma élünk, aminek semmi köze nincs a tudáshoz, a tanuláshoz, a tanításhoz, mert a tudásnak az a lényege, hogy ezt a félelmet csökkentse bennünk. Annak a tanulásnak és a tudásnak az a lényege, hogy ezen a kicsi időn, amit kaptunk, ezzel a testtel, ebben a világban, megélhessünk minél több dolgot, hogy emberek vagyunk. Nincs más célunk és nincs más dolgunk. Az ember nem lehet jobb, nem lehet szebb, nem valósíthatja meg önmagát, mert az ember tökéletesen ki van találva. Amikor megszületik, tökéletes. Innentől kezdve csak rontunk rajta. Úgyhogy ezt kell tudni. Nem kaptunk más felhatalmazást, csak azt, hogy megéljük azt, hogy emberek vagyunk. Ezért nézünk ilyen színdarabokat, és ezért nézünk minden mást, és olvasunk. Hogy olyan szituációban, amiben nem tudok eljutni arra a kis időre, ami vagyok, de tudom, hogy olyan van. Tehát, ha jön velem szembe, akkor ne legyen idegen. Ne féljek annyira. Tehát a tudásnak nem az a lényege, hogy én aztán ott osztályoztam ezt a sok szerencsétlen gyermeket. Nem az a lényege, hogy én kiéljem rajta összes szörnyű utálatomat a gyermekek iránt, ugye, és ne haragudjak rájuk, hogy ezek a dögök már léteznek, és bejönnek az osztályomat tanítom én meg. Gratulálok. Tökéletes alakításhoz. Szemét, ugye, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tehát ez borzasztóan fontos dolog, hogy azokat az embereket szeretjük, és azokkal vagyunk szívesen együtt, akik nem meg akarják nekünk mondani, hogy hogyan legyünk boldogok, hanem azoknak az embereknek, azokat szeretjük, akik ahhoz segítenek hozzá, hogy ahogy én képzelem el a boldogságomat, abban segítenek. Ugye ez a szülőknek a legnagyobb problémája mai napig is, most már egyre inkább, hogy mi olyan borzasztó pontosan tudjuk, hogy hogyan kell a gyerekeknek boldogabbnak lenni. Ugye mi tudjuk helyettük, ők nem tudják, mi tudjuk. Tehát mi már 5 éves korukban tudjuk, hogy majd 20 éves korában mitől lesz boldog. Ugye még azt a világot se ismerjük, amiben mi élünk, nem hogy ezt mi 20 év múlva lesz, de mi tudjuk előre, ugye? Ez borzasztó. Ennek aztán társadalmilag is megvan a következménye, mert ennek az utolsó következménye a terrorizmus, ugye? Hogy mi azt is tudjuk, mi okos fehér emberek, akik tudjuk, hogy milyen az emberi jogok, meg tudjuk, hogy mi az, hogy demokrácia, meg tudjuk mindezt, mi nagyon jól tudjuk, ilyen jól csináljuk, szóval egy ellenünk egy szó nem lehet. Mi így tudjuk csinálni, és ezért elviszünk oda, ahol ezt nem tudják. És megmondjuk nekik, hogy ők hogyan csinálják. Tessék levetni a ruhákat, ezeket a izéket, mert az csúnya dolog, emberi jogokat sértő, női jogokat sértő dolog. Fogalmunk nincs a kultúráról, hogy miről beszélünk, de beleszólunk, ugye? Ez itt kezdődik. Ugye ez itt a családban kezdődik, hogy az anyukák megmondják a gyerekeiknek, hogy hogyan legyenek boldogok. Nagyban pedig úgy működik, hogy mi megmondjuk társadalmak, országok a másikaknak, hogy ők hogyan legyenek boldogok. Aztán ezt leöntjük mindenféle cukormázzal, ugye a demokrácia meg ezzel, azzal, amazzal. Hát ez nem jött be régen az inkvizíció, ugye? Az nem jött be. Nem jött be. Hát most csináltunk egy újat, ugye? Hát ez az emberi jogok, ez nagyon bejön. Nagyon bejön. Adnak előtte olajat, ha meg nem elveszik, ugye? Na, mielőtt tovább mennék, és nagyon eltérnék a tárgytól. További kérdéseket, ha van, ha nem, akkor Györgyék következik. Ő fog felelni, persze. Én kérdezzem. Tehát felmondja nekem, pillanatok alatt. De most megijedt a gyárt. Nem kábítószerből kellett volna írni azt a dolgot. Sorozatgyilkos. Nem érzitek a pressziót? Jó, csak annyi kérdésem. Ja? Tessék. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy ezek a zakkant elmék, akiknek tetteire, gyilkosságaira nincs racionális magyarázat számunkra, a mi nézőpontunkból. Nekik van. Nincs. Tehát ők se tudnák megmagyarázni, hogy ezt miért tették? Nem tudom, hogy látott-e Ted Bundyt, vagy olvasott-e hasonlókat, vagy bármelyiket is. Ugye ők úgy néznek ki, mint nem tűnnek ki.
a világból. Szóval attól a, nem, az akkant agyra nem úgy kell gondolni, hogy az akkant agy az olyan, hogy meg lehet látni rajta. De nem lehet meglátni rajta. Ugye a sorozatgyilkosban az a legveszélyesebb, hogy az agynak egy olyan pontjával van neki gondja, de olyan súlyos gondja, amelyik nem érint egy csomó minden mást. Tehát az, azt a pontot érinti például, hogy, hogy nem fél. Ez az amigdala nevezetű, van itt orvos? Ugye? Egy, hát akkor ugye egy amigdala nevezetű központunk van ott a limbikus rendszer, ugye ez egy olyan, na, ne, hagy nem, mert hát ha ilyeseket tettek. Az amigdalában van egy ilyen pontunk, ami a félelemérzet, emlékezet, szexualitás, agresszió és még egy csomó mindennek a központja. Ha az például bármennyire sérül, akkor abban a pillanatban ez a félelemérzet, ez nem működik. És ezt nem tudjuk, csak valaki a főgoncolják. Ugye ettől még ő teljesen normálisan viselkedik. Tehát semmiféle olyan dolgai nincsenek, amire... Igen? Csak itt a témával kapcsolódva, hogy ez a probléma, hogy akkor valakinek nincsen elfajta félelemérzete, akkor ez most szervi eredetű, vagy elme probléma? Hát egy szervi eredetű elme probléma. Jó? Mert hogy szervi eredetű, azt nem nagyon értem, hogyha nem az elme. Hát, hogy az maga a tudatra gondolt, ugye, hogy ez valami lelki. Nem ismerem a szakkifejezéseket, de ugye... Visszavezethető el. Igen. De éppen ez az, amit tetszett mondani, hogy van. Visszavezethető már, ami után szegény meghalt. Így van, addig nem. Tehát nem, azért nem tudunk semmit ellene készíteni. Ugye biztos látják a televízióban ezt a gyilkos elmék, ugye? Igen. Van egy ilyen sorozat, ami kifejezetten megtörtént sorozatgyilkosokkal foglalkozik. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az úgynevezett profilalkotás. És az semmi mással nem működik, mint az eddig elkövetett gyilkosságok statisztikai tüneteinek összegzésével. Semmi mással nem működik. De előre nem tudjuk megmondani. Tehát képtelen megmondani, hogyha ebben a teremben ülne egy sorozatgyilkos jelölt, hogy annak például mikor kattam meg az agya. Mert egyáltalán nem is biztos, hogy mondjuk 60 éves koráig megkattam az agya. Kell hozzá valami. Ugye valami, ami beindítja ezt. Ugye hát itt a darabban a Gyuri 5-ös ebből a profilalkotásnak ebből a részéből, ugye itt egy csomó alkalommal lehetett látni azt, hogy mikor kattan. Ugye a három gyermek esetében ott a kattanást lehetett hallani, látni, hogy ott valami kattanásnak kellett történnie. A pszichiáternél pedig hát ugye ez a szép lassú tű, aki ugye lassú partot most. Ahány személyiség, ugye, ahogy itt a végén hallottuk. Mindenki más személyiség, és mégis az eredmény ugyanaz. Ugye? És akkor melyik valószínű, hogy akik, vagy hát gondolom, igen? Hogy ezt kutatások alátámasztják, hogy akik, ezek a gyerekek, akik előre eltervezetten, kegyetlenül megtervezik a gyilkosságokat, vagy pedig azok, akik kattannak, igen? Azoknak sérült-e ez az agyterület? Az csak a végén derül ki, vagy pedig hát most már meg tudják csinálni azt, hogy megnézik különbe efemerivel, meg elemeivel. Tehát látni lehet bizonyos félét. Tehát lehet a skizoidot látni, lehet látni azt, hogy a két agyférteke hogyan kapcsolódik egymáson, lehet látni, hogy mi van a frontális lebenyben. Tehát egy csomó dolgot az agykutatás már meg tud mondani. De hát szóval ezeket a gyerekeket utólag lehet csak megnézni. Ugye, és sorozatgyilkos gyerek az nem annyira, szóval az nem annyira, de a gyerekeknél más a probléma, a gyilkos gyerekeknél egészen más a probléma. Igen, ott nem félelemérzet a probléma, ott egész más. A félelemérzet hiánya, vagy annak az agyterületnek a sérülése, hanem inkább ilyen szocializációs. Bizony, de mégpedig egy nagyon érdekes szocializációs probléma van a gyerekekkel, meg hát valószínűleg különösen a nagyon fiatalkorúakkal. Ugye én a taxisgyilkos kislányokkal foglalkoztam egy időbe, és a következő derült ki, ugye van egy olyan kriminológiai tétel, hogy ugye rossz családból származó, egyedülálló szülők, ilyen-olyan nevelési mód, ez meg az meg amaz, és akkor majd a gyerek ugye ezt csomósítja, meg benne a karakterébe is van egy csomó minden, és akkor ez összejön, akkor bum! Itt semmi nem stimmel. Semmi az égvilág. Tehát itt nem volt hátrányos helyzet, itt nem volt semmi, itt két gyerek volt, egyetlen egy dolog címet, hogy az egyik kislány volt a főhős, tehát ő volt az irányító, és volt a társ, aki a behódoló volt, tehát aki utánozta őt, és mindenben ment utána. Ez a kettőségben semmi más nem volt benne. Ez amikor a taxis megölt a két kislány.
Két tizenéves kislány, igen, akkor a két tizenéves kislány megölték a taxis. Na most ugye ennek a követ, egyébként is majdnem minden gyerekgyilkosságnál az gerült ki, hogy itt nem erről van szó, tehát itt nem ez a lényeg a szocializációban, hanem egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről viszont sajnálatos mondom, egyáltalán nem tudunk és nem is tudunk tenni. Az, hogy a gyerekek 5 éves korukra olyan erkölcsi szabályokat kell, hogy elsajátítsanak, tehát túlélés, szaporodás, öröm, alap törvényei, egyszerre tudni tudja. Ezt, amit mi 10 parancsolatként a világ minden létező vallásában és minden létező erkölcsében megtalálunk. Ezek között ugye az első az a ne ölj. Tehát ezt a gyerekek megtanulják. Na most az 5 éves korig a gyerek hogy tanulja meg? Úgy tanulja meg, hogy a szüleinek nincs tudatában. Tehát mi ezt nem tudatosan neveljük a gyereket, hogy mi most tudjuk azt, hogy te 5 éves korodig meg kell, hogy tanuld az erkölcsi parancsokat. Az emberi erkölcsi parancsokat. Itt szó nincs hitről és vallásról. Tehát itt egy emberi projekt megtanulásáról van szó. Ezt 5 éves korig a gyereket megtanulják. Mégpedig a környezetükből. Tehát a gyerekek mindig megtanulják azt, a szövegekből ők ezt kiveszik. Ezért van az, hogy fogalmunk nincs, hogy a gyerekek miket sajátítanak el, és mit hogyan. Ugye hát ez a karakterüktől függ. A legnagyobb problémát ebben az 5 évben kapják meg a gyerekek. Azt szokták mondani a pszichológusok, hogy 5 éves korra lehet már tudni, hogy a gyerek hogy fog meghalni. Ágyba párnák között, vagy elgázolja egy autó, vagy ő gázol el valakit. Tehát ezek a parancsok tulajdonképpen, ez értik a poént, tehát ez nem egy konkrét dolog, de ennyit kell tudni 5 éves korban egy gyereknek. Na most a probléma nagyon egyszerű dolog, nagyon bonyolult dologtól nem tudják azt, hogy ezek a jó és rossz elsajátítása, ez a lényeg, a jó és rossz, rendkívül éles határokkal kell, hogy megtörténjen. Tehát az, hogy a gyereknek mindig kell tudnia, hogy ez rossz, ez jó, ez rossz, ez jó. Ugye gondolják végig, hogy mi felnőttek azt szoktuk mondani, hogy nincs fehér-fekete, hanem a világ többszínűről. Nem, nem igaz. A világ olyan. De a mi döntésünk mindig ebben a jó és rosszban mozog. Tehát addig csináljuk, addig bonyolítjuk, amíg ki nem derül, hogy ez jó, ez rossz számunkra. Tehát a világból mi úgy vesszük el a nem fehér-fekete világból, mert a világ az nem azért van, hogy bennünket boldoggá tegyen, a világnak nincsenek ítéletei, a világ olyan, amilyen, sokszínű, de mi csak és egyedül a jó és rossz kategóriába tudunk gondolkodni. A gyereknek ezt kell megtanulni, hogy a világ ilyen, de nekünk ez a jó és ez a rossz. Ha ebben a mezőben a jó és a rossz nem nagyon éles, hanem nagyon sok az átfedés. Tehát az innentől még jó, és innen már még nem annyira, nem annyira, nem annyira, és itt rossz. Ugye ezt hívják a pszichológiában double bindnek, ez a kettős kötésnek. Ez azt jelenti, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, a telefonálás otthon, ugye ez egy egyértelmű dolog, szülők otthon, gyerek, ekkora picikék otthon, és akkor csörög a telefon, telefonnál a munkahelyi főnök van. És a következő mama felveszi a telefont, és azt mondja, hogy blablabab, és azt mondja, a férjével szeretnék beszélni, mert férj, így csak. Nagyon sajnáljuk, de hát most éppen nincs itt. Gyerek ezt mind hallja, látja, ugye? És mit tanult meg? Nem hazudunk. És akkor azt mondja, hogy mi van? Nem hiteles. Hát a papa itt van, akkor most nincs itt. Akkor mostan ennél súlyosabb eset, amikor ugyanez a nagymamával zajlik le, ugye? Mondd anyátok, nem vagyok. És akkor nem érti, hogy a nagymamának miért mondjuk azt, hogy nincs. És ez, higgyék el, ez naponta többször fordul elő egy családban. Nem a telefonálásra gondolom, hanem minden más ilyen szituációra, a jó és a rossznak ez a nagyon tiszta, vegy tisztának kell lennie, ahhoz, hogy a gyerek ne ültesse le a lelkébe egy csomó ilyen kettős játékot. Most azok a gyerekek, akiknél ez a távolság a jó és a rossz között egy ilyen árnyékban van, azok a gyerekek nagyobb korukban is sokkal hamarabb lépik át ezeket a szabályokat, mert ugye nincs éles határ. Úgy csúszik bele a semmibe vagy a rosszba, hogy észre se veszi. Mire már belecsúszott és észrevette, már késő. És észreveszi végül? Hát amikor szólnak neki és ott fekszik halottan, akkor igen. Ugye akkor igen. És ezeknél a gyerekeknél is az... Egyértelmű volt, hogy ráadásul itt egy borzasztó nehéz dolog volt, mert az egyik mama az bigott vallásos volt. Tehát úgy, hogy ő aztán ezeket az igeneket és a nemeket ugye szóban rettentő erősen, és valószínű, ugye, ami a
hogy a valóságban pedig, ugye ez nem történt meg, és a gyerek megtanulta, hogy ugye be kell tartani, mert muszáj, mert akkor kikapok, ugye el kell mennem a templomba, mert muszáj, és közben a mama, meg látom, hogy egyedül él, hogy ezt csinál, azt csinálom, azt csinál, és a környezetemben is ilyen emberek vannak, és akkor ez kicsúszik ez a határ. Ugye hát a másik az, ami meg még valami nagyon fontos, és az arról viszont teszünk is, ez a double bindnek egy nagyon erős érzelmi változata. Amikor ismerik azt, amikor a gyerek otthon elkezd kiabálni, hogy de vegyél, ugye ez a korszak a vegyél föl korszaka. Na most ugye a mama, amikor már nem bírja, hogy halálra szeket, de vegyél föl, és na jó, gyere! Ugye ez a kettős nyelv, ez a gyere, mutatom, hogy szeretlek, gyere ide hozzám, érj hozzám, és a szavamai meg azt mondja, hogy gyere. Ugye hallom, hogy menj a fenébe, ugye? Na most a gyereknek el kell döntenie, hogy ezt a játékot ő hogy játsza vissza. És ő ezt a játékot visszajátsza. Úgy játsza vissza, hogy úgy csinál, mintha nem tudna róla. De tudja, mert nem hülye, csak gyerek. Ugye? Úgyhogy ezeket a dolgokat a szülő nem is kódolja tulajdonképpen, hogy mennyi ilyen dolgot ültetünk bele a gyerekekbe, anélkül, hogy ennek a tudatában lennénk. És meg se lehet tanulni. Tehát ez nem olyan, hogy én most itt elmondtam, és mindenki hazán, és a gyereke lesz, akkor full nézi, hogy nehogy így csináljak, mert mi lesz abból gyerek, tuti biztos taxisgyilkos lesz. Érthető, ugye, hogy ennek annyi mindent rakunk a saját, és annyi minden van a saját lelkünkben, hogy én például borzasztóan, és ezt most komolyan mondom, van egy pszichiáter, akkor bocsássa meg nekem, a szerző is, akivel egyetértek, igen, le kell lőni a pszichiátereket, tanárosok egy pszichiátereket. Kártékonyak. Ugye a pszichiátriának az a legnagyobb baja, hogy szegény Freud óta kitalálták azt, hogy mindennek az anya az oka. Ugye? És akinek nem is az anya az oka, az előbányász valamit a jó édes anyáról, hogy akkor legyen már valaki, akire rá lehet kenni az ügyet. Na most ez egy életveszélyes dolog. Ugyanis amikor elkezdik magyarázni a gyerekeknek felnőtt korukba, hogy az anyukád miatt vagy te ilyen, aki itt nevelt téged, ezt mondta neked, nem, azt várta el, amiről ugyan nem mondta, hogy elvárja, de te azt gondoltad róla, hogy elvárja, és ez a te lelkedbe olyan, és akkor ezt elmagyarázzák neki, és akkor ez a szerencsétlen hála, összecsapja a kezed, de jó, nem én vagyok az oka, az anyám. Na most ugye ez egy borzasztó nagyon, ez egy rettenetes dolog. Ugyanis emögött az van, hogy elveszik tőlem azt a jogot, a hülyeséghez való jogomat. Ez azt jelenti, hogy nem tudok tanulni. Nem tudom megtanulni saját magamat. Ez azt jelenti, hogy nem tudom levonni a következtetést. Nem. Én olvastam rosszul. Lehet, hogy ott volt a double bind, de én olvastam rosszul. Miért nem szóltam? Mert kicsi vagyok, de el. Akkor a pofáig van a kölyköknek, hogy ihaj. Felnőtteknek már nincsen, csak a kicsiknek. Ugye olyan őszinték, hogy nem igaz. De ezeket a játékokat nyilván hozzuk, visszük tovább végig az életünk során, aminek a következménye az, hogy bűnbakokat keresünk, a félelmünket kivetítjük, és megtanuljuk azokat az énvédő reflexeket, van belőle, vagy hét, ha jól tudom, szegény Freud lánya ezt megcsinálta nekünk, hogy ugye kivetítünk, hárítunk, negatív, másra kenjük a dolgot, tehát egy csomó minden énvédő szervezettel vagyunk, lélekkel megáldva. Ennek a következménye nyilvánvalóan ez borzasztóan rombolja a saját lelkünket és a saját magunkat. A humort azért hiányoltam, mert kriminológusként semmi mással nem tudok én itt operálni, csak azzal, hogyha nincs, nem tudunk nevetni a dolgon, és nem tudjuk azt gondolni, hogy a dolgokat nekünk azt úgy kell megoldani, hogy kellő humorral, akkor szeretni se tudunk igazán. De szeretni csak azt tud, aki nem haragszik. És aki fél, az előbb vagy utóbb haragudni fog, aki haragszik, az előbb dühöngeni fog, és aki dühöngeni fog, annak íma jövő. Bármit nék nagyon szívesen. Miért lett kriminálpszichológus? Tehát, hogy miért pont ez? Tehát, hogy, ez most egy ilyen személyes kérdés? Nem személyes, csak azért kérdezem, mert említette, hogy nagyon téboly ez az egész, tehát nagyon félelmetes is tud lenni, és ez kell némi humor, és hogy
Hogy magát ennyi... nem érdekli az élet sötét oldala? Persze érdekel, akkor ezek Ki, szerint nem, ez a lényeg. Nem ez a lényeg egyébként, nem ez, a, ez nekem nyaralás, az igazi dolog, amivel én foglalkozom, az a férfik nők devianciája. Tehát én azért ezt megfejelzem. Ez nem van egyszerű. Na most ezt kérdezd meg, hogy ezt kérd meg. Ez nagyon egyszerű. Az ember mindig azt választja, hogy van a vagy, amitől fél, tehát ez az egyik. A másik valamit félt. Tehát mindig ez a kettő. Tehát a fős megoldás. Tehát az ember kap egy jó családot, és kap egy jó családi nevelést, és lát szerepeket, és akkor azt annyira félt, hogy elkezd izgatni, hogy akkor most ez hogy van, hogy rakoltam össze, hogy az enyém is olyan legyen, vagy legalább én is így tudjam csinálni. A másik az, hogy kap egy nagyon rosszat, és azt, hogy atya, úristen, nekem meg kell tanulnom, hogy ezt így ne tegyem. Úgyhogy akkor meg azért. Tehát a mélyen, ha megkaparják, mindig ott van a félelem, de a kriminológia egy borzasztó izgató dolog. Én csak azért lettem kriminológus, mert legalább 5 olyan szakmán mentem köröztül az életembe, amire mindenkire azt mondtam, hogy ez nem az enyém. Tehát itt nincs az az üzenet, amit nekem át kell adni, mert mindenkinek van valami üzenete, amire jött, és amit valahol oda kell adnia. Mostanásság. És aztán tudja, amikor az ember egy olyan tudomány ághoz ér, amire azt mondják, hogy interdisziplinális, hát akkor én otthon vagyok. Akkor azt az 5-öt nem pazaroltam. Összesöpörtük, és most megvan. Ennyi az egész. Nem mostanság elég sok ilyen sorozat, meg film van, ahol vagy nyomoznak, vagy ilyen területen dolgoznak, hogy az emberi elmét, meg egyéb dolgokat így boncolgatják, és egyébként érdeklődnek ez iránt a szakmai irányzat. Nem csak ezért ám, hanem azért, mert ez bennünk van. Tehát ez most azért olyan nagyon-nagyon divatos dolog, mert ne felejtsék el, a tudománynak van, eddig a 60-as, 70-es évekig ez egy kis tudománytörténet, amit meg pocsékul tanít mindenki, úgyhogy ez egy őrület, de ez sorba szép, hogy ez meg ez, ezt mondta, és mindenki a hatott kézből olvasott, kívültről fordított, szerencsétlen szegény Darwin, senki nem olvassa, de mindenki beszél róla, úgyhogy nagyon izgalmas. És hát Freuddal is ugyanígy vagyunk, Marxal is, és még mondhatnám az összeset, de nagyon nagy véleményünk van mindegyikről. A tudománynak van egy nagyon érdekes ritmusa. Ugye a társadalomtudományban a 60-as, 70-es években borzasztóan felfutott, ugye mindenki szociológus akart lenni, meg pszichológus akart lenni, és Dunát lehet rekeszteni pszichológusokkal, az emberi lélek pedig a itt van a színpadon, ugye körülbelül ilyen állapotban vagyunk, ugye? Ennyit a pszichológia tudományáról, hogy ilyen sikerrel végezte. Ezért ugye az együlés 10 000 forint valahogy nem az emberi lélek megjavítására, hanem tartós hülyévé tételére. Arra ilyen kompentált, ahogy itt is láttuk a harapban. A dolognak a 70-es évek borzasztóan felfutott. És akkor azt hittük, nekem van egy olyan könyvem, aminek az a címe, hogy a világ 2000-ben. Na, ezt ha ebből egy szó, mint annyi, semmi nem jött be. Semmi, amire azt hittük. Borzasztó nagy csalódás az embereknek az, hogy a társadalomtudományok, amivel annyira oda vagyunk, és annyira, mert hogy ebben élünk. Ugye ez rettenetes nagy csalódást okozott az embereknek. Nem tudja megjósolni semmit. Tehát én ökörködhetek maguknak, ilyen elméleteket tudok, 10 000-et, amennyit csak akarnak. Minden ujjamonyban 8. Körülbelül ennyit ér. Semmit nem tudunk előre megmondani. Ebből következően mi jön vissza? A kérdést vissza kell löpni. A kérdés mindig az, hogy ki vagyok én. Ez az egy kérdés mozgat bennünket. Ki vagyok én? Miért vagyok a Földön? Én. Mindenkinek minden percben mindig ez a kérdése. Csak ezt soha nem tudatosítsuk. Erre a választ ugye a társadalomtudomány nem tudja megadni. Nem lettünk boldogabbak a társadalomtudományoktól. Nem tudtuk meg azt, hogy miért vagyunk, nem tudtuk meg azt, hogy kik vagyunk. És akkor elkezdődik valami, ami ugye egy korábbi korszakban volt, a természettudomány. Ha nem tudom meg a társadalomból, meg kell tudnom az énemnek, akkor a testem fogja megmondani. Ebből következően ma mi a legnagyobb? A legnagyobb ág az a genetika, az agykutatás, a neurológia, és majd most jön a jogászok következő nemzetétének a neuroetika és a neurojog. Ugye ez a kettő a hallatlanul fontos dolog. Hallatlanul fontos dolog, meddig mehetek el például az aggyal való mahinációnban, és ennek milyen jogi következményei vannak. Csak egyet mondok, a vérfertőzés, gondolom tudják micsoda, nem kell itten előadást tartani Lóra. Vérfertőzés egy olyan következményekkel járó, van egy olyan belterjes változata, ugye aminek a következtében nagyon speciális, csak és egyedül a vérfertőzés esetén megjelenő
fiziológiás tünetek vannak, az agyban is. Tehát ez egy neurológiai kérdés, és még minden más, itt törpenövésükről kezdve, szellemi fogyatékon, vér szív problémán keresztül, tehát egy nagy betegség tünet, de abban a pillanatban, ugye, amikor a génekben meg lehet állapítani azt, hogy ez belterjessége vagy sem, az angol olvasók az év elején felfedezték azt, hogy vannak olyan betegek, olyan gyerekek, olyan fogyatékos gyerekek, akiknek olyan tünetei vannak, ami csak és egyedül a vérfertőzés következtében történhet meg. Megnézték a DNS-t, megnézték és megtalálták. És most mit tegyenek? Angliában a vérfertőzés büntetőjogi tégyállás. Jelentse fel, vagy mit? Ugye? Tehát jön egy olyan neurológia, egy olyan problémák, és ez csak egy. Milliót tudnék ilyet felsorolni, ami az agy működésével. Olyan gyógyszerek vannak, olyan műtétek vannak, amivel elő lehet idézni a karakterváltozást. Tehát ezek olyan felelőtlen és felelősséghez kötött dolgok, de majd a jog bele fog szólni. Már van egy ilyen tudomány, amit úgy hívnak, hogy neuroetika. Tehát ez már létezik. Ennek van egyesülete, ez már, ugye már kötik a pénzt, már most már nagyon tudjuk, hogy van. Drágáim! Engem le lehet, engem csak lelőni lehet. Vagy beleim egy szint alapot. Hát akkor megy Gyuri, hogy ha van egy kérdés, és már ilyen nap szerencsénk van, hogy itt közöttünk. Ez olyan esetleg. Hát egy, de hogyha van bármi, akkor szívesen válaszolok, de ha nincs, akkor is jól érzem magam, de ez ne frusztráljam titeket, hogy kérdezzenek. Az én kérdésem az nagyon egyszerű, ugyanaz, ami a detektív megtörtént eseményekről van. Iratokból jött a történet, vagy loptuk valamit? Nem. Honnan loptuk a történet? Ez nagy, ráadásul nagyon sok felől van a loptuk a történet. Tehát a keret történet az kvázi a saját agyszülemény, és a többi az, hát, Dürrenmatt, Stephen King, Bret Easton Ellis, és még van benne egy kis Wikipédia is. Tehát, hogy nagyon... Szakmailag abszolút meg... Abszolút. Dürrenmatt az látszott, a fizikusokon. Nem, ez nem külön egy rádiójáték, amit... De a fizikusokon tudnak, hogy látom. Igen, igen, rokon. De igen, ami mondjuk nehéz volt, nyilván a nyelvezetét valahogy picit, tehát a Dürrenmatt zseniális dolgokat írt vele, már el is felejtettem őket, de ugye ilyen szép nagy körmondatok, ami Kinggel egy picit ütközött volna. Valaki emlékszik még valamire, amit kihúztam, és ilyen, nem emlékszik. Viszont a fizikusok az nagyon jó humor, nagyon humoros. Igen. Akkor kellett következő írtóság sorozatban megoldjuk. Igen, egyébként számomra minden este furcsa, hogy éppen az adott közönség, most már több mint egy éve megy ez az előadás, hogy van olyan itt, aki szerintem meg tudja erősíteni, mert látta többször, tehát hogy van, amikor elbillen a humor irányába, egyik este van, amikor elbillen a vérdráma irányába, van, amit én a legjobban szeretek, amikor a kettő között halad valami mesdjén. Szerintem ugye ez visz legközelebb a katarzishoz. És hát ez egy ilyen abszolút fejlődő dolog, tehát hogy mindig más oldala kerül elő. Annál is inkább, mert a szereplők is változtak az elmúlt 10 év alatt. És egyszerűen kikívánkozik előadást. Vagy 10 vagy egy év alatt, bocsánat. De hogy... Ez a vágy. Megy tovább, bocsánat. Már ez is vagyok úgy tűnik. De... És akkor itt meg nem tudom, hogy itt van-e még, de azért ezt megragadnám az alkalmat. Mert ugye ez a társulat életében egy jelentős nap volt a mai, ugyanis... A takarítónő szerepébe egyetlen egy próbából ugrott be egy színésznő, a Laura, akinek egy nagy taps szerintem. De ő ugye játszott korábban a darabban egy másik
karaktert, de most volt egy délutánja a hétvégén, hogy megtanulja a multiplex személyiség zavarát. Ennyi. De hogyha először még kérdés, másodszor, senki többet, harmadszor, akkor nagyon szépen köszönjük. Tényleg köszönjük, hogy eljöttetek is a szervezésben a segítséget, úgyhogy akkor mindenkinek jó éjszakát is. Köszönjük.